Tisztelt Hölgyek és Urak! A Fekete István Szabad Egyetem főszervezőjeként szeretettel köszöntöm az itt megjelenteket és az internetes nézőket, és kiváló tisztelettel köszöntsük, üdvözöljük mai előadónkat, Pöltül Ákos családvédelmi szakembert, aki a mai előadását, hát úgy is mondtuk, hogy digitális detoxikálásként az igen aktuális mobiltelefonok iskolai tiltása kapcsán és aktuális módon tartja. De azért, hogy a hivatalos, meg, előre megbeszélt címet is idézem: A digitális teér veszélyei szerezd vissza a családodat. Én magam egy fél évvel ezelőtt hallgathattam meg szülőként gyermekeim iskolájában egy remek prezentációt, előadást tőle, és hát akkor utána kértem egyrészt egy szakmai találkozási lehetőséget, illetve nagyon érdekes volt, hogy ő már akkor megjósolta, hogy ezt talán akkor még úgy fogalmaztál, hogy néhány éven belül, de vagy hamarosan, ez biztosan meg fogja lépni a, a, a magyar és több más kormány is. Egyszerűen szakmailag ez annyira indokolt, mármint az, a mobiltelefonok iskolai tiltása, és akkor én magam is, ahogy mondom, kértem ugye egy szakmai találkozót, elkezdtem gyűjteni az érveket, én magam is támogatólag szólaltam föl az országgyűlésben, hogy erre szükség lesz, és aztán meg is tette ezt a kormány. Én azt mondom a magam részéről, így megelőlegezve az előadás előtt, hogy ez rendkívül indokolt volt, és rendkívül helyes, hogy ezt meglépte, és azt gondolom, hogy ehhez szükséges szakmai érveket is keresnünk, látnunk. Én ezért köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és átsíthatom a szót. Köszönöm szépen én is, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Ez egy, nem egy egyszerű téma, és nem egy, nem is hogy is mondjam, nem egy ilyen nevetgélős, ilyen jókedélyű téma, amiről ma szó lesz, mert igazából ennek az egész szokos telefon közösségi média hátteréről fogunk beszélni egy kicsit. Az előadás, én jó magam, családbiztonsági szakértő vagyok, ebben a témában már elég régóta foglalkozom, és elég régóta nézem a tudományos hátterét ennek az egész területnek, ez nem tegnap meg tegnap előtt indult, hanem ez 15-20-25 évre tekint vissza maga ennek a kutatási háttere. Tehát pontosan tudjuk, hogy mi van, pontosan tudjuk, hogy mi a probléma, csak ugye a tudománynak be kell minden bizonyítani sokszorosan. Hát most hát szerencsére azért itt a tevékenységünkkel meg tudtuk gyorsítani ezt a dolgot, és látszik, hogy Európában is felgyorsult. Az előadás úgy fog felépülni, hogy ennek a hátterét fogom bemutatni. Azt fogom bemutatni, hogy miért kellett kitiltani az okostelefonokat az iskolából, és be fogom mutatni azt, hogy mi az a profit modell, ami működött mögötte, miért szippantja be a gyerekeket egyrészt, másrészt milyen hatással van a gyerekek idegrendszeri fejlődésére, hogy okoz függőséget a dopaminon keresztül, és három területet külön meg fogunk nézni, külön kitérünk rá. Az első a közösségi média, ami a lányoknak különösen problémás, a videójátékok a fiúk, a gyerek, a fiúk esetében, és a pornográf tartalmak, aki meg minden eset, minden gyerek esetében rendkívül nagy probléma. És a végén ki térni arra is, hogy az iskolai környezetben miért nem jó az okostelefon, mint technológia, és azt is el fogom mondani, hogy ez amikor arról beszélünk, hogy az okostelefont kitöltjük az iskolából, és akkor halljuk itt a támadásokat, hogy vissza az őskorba, meg technológia ellenes. Ez egy nagy kamu. Nem technológia ellenes az ember, hanem a megfelelő technológiát a megfelelő korban, a megfelelő módon kell megkapni a gyereknek, és az iskolába is a megfelelő módon kell bevezetni. És ez erről szól. Igazából nincsenek már érvek ez a dolog mellett. Én pár vitába belefolytam ebbe a dologba, és nagyjából esélytelen bárkivel ebben vitatkozni, mert a tudomány az annyi szinten egyértelmű. Ezen a területen. Hogy igazából az volt a kérdés, hogy mikor lépjük ezt meg, mikor látjuk már, veszük már észre, hogy gyakorlatilag felnövő generációknak a jövőjéről van szó. És ezt fogom ebben az előadásban most elég erőteljesen bemutatni. És rögtön egy sokkoló képpel kezdem, aki nem bírja a, a, a brutális képeket, az nézzen félre. Ez ma egy sokkoló képnek minősül már. Jó? Könyvet olvas egy gyerek egy buszon, hát ugye ezt már igazából nem nagyon szoktunk ilyet látni, de azért még van egyébként, néha látom, de ugye nem ez a jellemző. Nézzük meg egy kicsit a hátterét ennek a dolognak. Vannak ebben a, ezen a területen nagyon komoly szakértők, mint a Jonathan Haidt, aki egy szociálpszichológus a New Yorki Egyetemen, vagy ugye manapság már halljuk itthon is, hogy generációszakértők nyilatkoznak. Amerikában már 20 éve vannak szakértők ebben a témában. A Chant Venge a San Diego Egyetemen az egyik ilyen leghíresebb, aki már nagyon régóta foglalkozik ezzel a témával. Nézzük meg egy-két adatot grafikon formájában, ami egy kicsit ö, belövi ezt a problémát, hogy mivel állunk szemben. Az első grafikon, amit látunk, ezen azt látjuk, hogy 2010 és 15 között a fiataloknál, tehát itt fiatalokról beszélünk, kamaszokról, ez, ez az ábra konkrétan amerikai kamaszokról beszélünk, 2010 és 15 között történt valami, ami miatt nagyon-nagyon meredeken felment a depressziós kamaszoknak a száma. Tehát a kamaszok körében a depresszió nagyon brutálisan megnőtt, és, gyak, és különösen a lányok körében. Ugye ezek általában, amikor depressziót mérünk, akkor ez ilyen önbevallásos, tehát a gyerekeket kérdezik ilyen kérdőivel. Úgyhogy rögtön mögé is van rakva egy másik ábra, ahol pont ugyanezt látjuk 2010 és 15 között, ugyanezt a növekedést látjuk különösen a lányoknál, csak itt éppen azt az adatot nézzük, hogy a sürgősségi osztályokon megjelent fiatalok önsértés miatt, mert megvagdosták magukat, ez annak az adata. Pontosan ugyanazt látjuk, mint az előző ábrám. A következő egy nagyon érdekes ábra. Ugye azt gondolnánk, hogy a technológia most jött egy technológia, hogy ez nem volt soha technológia az ember életében, de hogy nem volt. Ha az elmúlt száz évet nézzük, akkor rengeteg technológiát vett át az emberiség, és kezdett el használni. Ilyen volt a 25-ben a század elén ugye a rádió. A rádió megjelent, az emberek elkezdték használni nagyon sokan, nagyon gyorsan, és utána ezt folyamatosan használták is új technológia bejött, átvették, használták. Ugyanezt történt a színes tévék esetében. Bejött a technológia, elkezdték használni, és maradt is szépen, sokan nézték a tévét. 85-ben a személy számítógépeknél ugyanezt a mintát látjuk, az internet esetében is ugyanezt a mintát látjuk 95 környékén, és ugyanezt a mintát látjuk a közösségi média és az okos telefonok esetében is. De van egy óriási különbség. Csak és kizárólag az okos telefonok és a közösségi média technológia megjelenésénél nőtt meg brutálisan a fiataloknak a depresszió és szorongás száma is. Semmelyik másik technológia nem okozott a fiatalok körében depresszió és szorongás növekedést. Nem lett több depresszió és szorongó fiatal. Ezek ugye amerikai adatok, de a Hight az. ezt megnézte. Ezek például a Skandináv országokban ugyanezt az adatot látjuk, ugyanerre és ugyanezt látjuk nemzetközi szinten is. Mindenhol ugyanazt látjuk, 2010 és 15 között történt valami, ami miatt ezek az adatok felmennek. Ezt az adatot látjuk a PISA jelentésben is, a 2023. december 5-i PISA jelentésben, ami a gyerekeknek ugye a teljesítményét méri, az iskolás gyerekek teljesítményét méri matematika, szövegértés és természettudomány területeken. És egyértelműen ott is azt látjuk, hogy 12-től globálisan világon mindenhol, elkezdett romlani az iskolás gyerekeknek a teljesítménye. Mi történt? Nagyon röviden, ugye a hájték következőre jutottak, nagyon sok kutatással és hiteles forrásokkal, hogy két dolog történt, két fontos dolog történt 10 és 15 között. Az első dolog, ami történt, az Y generáció, a 95 után született fiatalok, ebben az időszakban váltották le az analóg buta telefonjaikat, és tértek át az okos telefonra tömegesen. 12 ben 2012 -ben a Facebook megvásárolta az Instagramot. Az Instagram addig egy ilyen designerek által használt kis platform volt. Csináltak belőle egy applikációt, és milliók, gyerekek milliói léptek fel az Instagramra. És 2008-ban megjelent az első, megjelent az iPhone 4, az első okostelefon volt, aminek volt előoldali kamerája, úgyhogy elindulhatott a szelfizgetés a telefonokkal. Tehát innen indultunk ebben ezen a területen. Persze még mindig mondták azt páran, hogy oké, okay, ez lehet, hogy ez mind közrejátszott, de az igazi probléma az az, hogy a szülők nem úgy foglalkoznak a gyerekekkel, mint régen elhanyagolják, a saját karrierüket élik, nem igazából foglalkoznak vele. Most erre, meg, erre következő ábra van amit a Hyde ugyanúgy kiadott. Ez 1976 és 2022 között két darab kérdés minden évben 12-es gyerekeknek ugyanazt a kérdést tették fel. A piros vonalnál az a kérdés, hogy mennyire vagy elégedett a szüleiddel. Ez egy megfelelő, néha kicsit kevésbé, néha kicsit jobban, de hogy ez egy eléggé konstans adat. Viszont a kék vonalnál az volt a kérdés, hogy mennyire vagy elégedett az élettel. Mennyire jó az élet ez pedig a 2012. Ez a brutális letörés, tehát pontosan látjuk ott is azt a depresszió és szorongásos adatokat, amik bejöttek. Nekem van egy kolléga, amikkel dolgozom együtt, a Hal aki egy klinikai szakszichológus, csak azt szeretném mondani, hogy ugyanezt az adatokat látjuk a klinikum oldaláról. Tehát a pszichológus pszichiátriai oldalon ugyanezt látjuk, hogy egyre több szülő keresi fel szakembereket azért, mert a gyerek egy ilyen nihilben van, nem érdekli semmi, nem akar csinálni semmit, csak a kütyéjén ér és a kütyéjét nyomkodja. Ő itt az amerikai tiszti főorvos, aki egy évvel ezelőtt májusban egy kutatócsoporttal megnézett egy csomó kutatást, és azonnal mentális veszélyhelyzetet hirdetett a fiatalok egészségét, egészsége miatt. Kiadtak egy dokumentumot is egy ilyen 20 oldalas doksit, ki a kutatásokkal felsorolva javaslatokat téve. Ebből az egyik, amit megállapítottak, az egyik legfontosabb megállapítás volt, hogy az a gyerek, aki napi három óránál többet tölt közösségi média felületeken, az kétszer nagyobb esélye lesz depressziós és szorongó, és én még hozzáteszem, hogy öngyilkosságot elkövetni hajlamos. Én jelenleg tartok Budapesten is olyan képzést, amit szülők kezdeményeztek, Azért, mert az ő saját köreikben, az ő saját baráti köreikben a gyerekeknél megnőtt az öngyilkosságot megkísérő gyerekek száma. Ezek több diplomás szülők, akik mindent megadnak a gyereküknek, és egyáltalán nem elhanyagolják. És náluk tapasztalatú ez a dolog. Tehát, hogy ez jelen van, csak ezt a médiában nem nagyon fogjuk olvasni. Pár dolog, amit el is mondtak ennek, a, ennek kapcsán, és akkor rögtön itt az első legfontosabb dolgot szeretném elmondani. Ezzel a készülékkel nem az a legnagyobb baj, hogy mit lát rajta a gyerek, mivel találkozik rajta. Ez másodlagos. Ez is probléma, de másodlagos. A legfontosabb probléma, a legnagyobb baj ezzel az, hogy a napi 6-8 óra képernyőidőt, amíg nyomkodja a gyerek, az elveszi az időt olyan tevékenységektől, ami meg az idegrendszeri fejlődéséhez elengedhetetlen lenne. Ebből itt van három dolog, amit felsorolt a tiszti főorvos is Amerikában. Alvás. Ugye ez ilyen közhelynek tűnik, hogy például persze aludni kell, meg azt tudjuk, hogy a gyereknek kell aludni, de hogy ez nem közhely, annak a gyereknek kilenc órát kell aludni. Mert különben nem fejlődik, nem fejlődik megfelelően az idegrendszere, nem alakul ki a hosszú távú memóriában a megfelelő módon az információknak az elraktározása. Az alvás az elengedhetetlen dolog. Mint ahogy a személyes találkozás is, semmilyen applikáció, semmilyen játék, amiben beszélgetnek, az nem tudja helyettesíteni a szemkontaktust, a metakommunikációt, a személyes találkozást. Szükséges az idegrendszeri fejlődéshez, ezt is már tudjuk elég régóta. És a fizikai aktivitás az nem csak az izmokhoz kell, az a gyerek, aki nem mozog, annak nem fejlődik megfelelően az idegrendszere. Márpedig aki telefonozik, az napi több órát ül. Aki számítógépen van, az ül nagyon sokat. Nincs ideje mozogni, nincsen meg az elég mozgás az idegrendszeri fejlődéshez. És akkor nézzük meg az elsőt, a gazdasági részt, és ez egy nagyon fontos momentum, mert itt pontosan látjuk, hogy miről beszélünk. Vannak az úgynevezett technológiai cégek, a big tech cégek akik a Silicon völgyben fejlesztik ezeket az alkalmazásokat, és szedik a pénzt, nagyon sokat keresnek ugye ezen. Kik ezek a cégek? Öt van belőle, plusz egy a TikTok, de az öt, öt cég, akit alapban mondani szoktak, ugye az Amazon. Az Amazonnak a 2022-es árbevétele egy év alatt 514 milliárd dollár, hogy legyen összehasonlítási alap, 2022-ben a magyar teljes GDP az 100, 188 milliárd dollár volt. Tehát van egy cégünk az ötből, aki egy év alatt mondjuk egy három gazd, magyar gazdaságnyi profit, ö, ö, bevétel termel. Ez nem profitot. A következő cégünk az Apple, 383 milliárddal. Aztán az Alphabet, a Google és a YouTube-nak a tulajdonosa, 283 milliárd dollár. Microsoft. Microsoftnak van egy közösségi média és a LinkedIn. Illetve a Microsoft vásárolta meg kettő évvel ezelőtt a ChatGPT-t azóta egy brutális harc indult párhuzamosan a mesterséges intelligencia fejlesztésért, több szereplőn keresztül, tehát azóta beszélünk annyit a mesterséges intelligenciáról, és írják a gyerekek a házi feladatot azzal, és akkor csak mellékesen jegyzem meg, és az ötödik a meta. A meta ugye a Facebook, Instagram, Whatsapp. A metának az árbevétel az, azt mondhatnánk, hogy mondjuk az Amazonhoz képest 117 milliárd nem túl sok, nem egy, nem egy brutális árbevétel, de itt nem ez a legfontosabb szám. Ezen az ábrán ez a legfontosabb szám. Ennek az árbevételnek a 98,1% az reklámból származó árbevétel. Oké, okay, tehát ezt ízlelgessük egy kicsit, majdnem 117 milliárd, mondjuk 110 milliárd dollár, egy kétharmadnyi magyar GDP, ami reklámból származik. A Harvard Institute kiadott tavaly egy kutatást. Azt nézték meg, hogy 2022-ben, Amerikában a 18 év alatti gyerekek ö, reklám, online reklám ö, fogyasztásából, tehát abban, hogy mi online reklámokkal találkoznak, abból mennyi pénzt csinálnak a technológiai cégek egy év alatt? 18 év alatti gyerekekből 11 milliárd dollárt egy év alatt csak Amerikában a fiataloknak a reklám fogyasztásából. Miért fontosak ezek az adatok? Azért fontos, mert ha ezt összeadjuk, akkor olyan számokat mondunk, amiket az ember még nem, hogy magyarul se, tehát amikor elmondjuk, magyar forintba sem mondom el, de tehát dollárban 1,6 billió dollár. Ugye olyan mennyiségű pénz, amit egyszerűen képtelenség elképzelni, viszont a pénz az hatalom, és a pénzen keresztül nagyon sok mindent el lehet érni, és nagyon sok lobby tevékenységgel el lehet húzni, mondjuk egy káros dolognak a kivezetését, vagy a, megfelelő szabályozási környezetbe helyezését, és ezt látjuk ugye most. A másik probléma mindemellett a képernyőidő. Mennyi időt tölt egy gyerek egy nap a képernyő nyomkodásával, a telefon nyomkodásával? Jelenleg azt látjuk, minden kutatás ugyanezt mutatja, bármelyiket megnézhetjük, egy 12-18 éves kamasz, az napi szinten 8 óra 39 percet van a telefonján átlagban, ez azt jelenti, hogy van aki 12 órát, meg van aki 3-4 órát csak 8 óra 39 perc. És ez szeretném azt mondani, hogy ez csak a szórakoztató jellegű használat. Tehát ebben nincsen benne semmilyen iskolai használat, ez csak a közösségi média, videójátékok, videóknézéshez, streaming, online tévéknézéshez, csak kizárólag ebből áll össze. És a kisebbeknek is, a 8-12 éveseknél is. Ugye benne van a tévé is, 5 óra 33 perc. És ez pedig a Covid. Itt, amit látunk, itt, amikor a Covid bejött, akkor, akkor ment ez fel nagyon brutálisan ez a számadat. De van egy sokkal brutálisabb adat, ami még elkeserítőbb, az pedig az, hogy mikor kapja meg a gyerek az első okostelefonját. Jelenleg azt látjuk, 8 éves korban 31 ának a gyerekeknek van már okostelefonja. 8 éves korban 31 százaléknak. Most voltam felvidéken egy alapiskolában előadást tartani, hatodikas gyerekeknél, és megkérdeztem őket, hogy jelentkezzen az, aki 8 és 12 éves kora között kapta a telefont, az egyharmada jelentkezett. Mondtam, hogy aki 12 év felett, megint az egyharmada, és mondtam a többieknek, hogy ez így nem fel, ti is jelentkezzetek, nincsen semmi következménye, hogy most ki mikor kapta. Mondták, hogy jelentkezünk szívesen, csak nem mondtam, hogy 8 év alatt. Oké, okay, tehát, hogy, tehát, hogy itt tartunk ebben a dologban. A szülők meg szokták kérdezni, mindig előjön -e az a kérdés, hogy mikor adjak a gyereknek először telefont. Nekem van egy nagyon frappáns, egyszerű válaszom rá. Akkor, amikor nem bánod, hogy pornót néz a gyerek. És ez konkrétan azt mérjük, hogy tíz éves korban annak a gyereknek, akinek telefonja van azoknak a gyerekek közül, 80 felett van, aki már látott pornó, pornó videót. Tíz éves korban. Ez egy nagyon-nagyon eszkalálódó helyzet most jelenleg, és erre most kezdünk így ráébredni, majd fogok róla beszélni egy kicsit, még pár dolgot. De nézzük meg most azt, hogy hogy néz ki ez a profit modell, mi az, ami beszippantja a gyerekeket, meg sokszor néha a felnőtteket is. Oké, okay. amikor veszünk egy gyereket, akinek van 8 óra képernyő ideje, ez egy ilyen figyelemtorta, én úgy hívom ezt, van 8 óra képernyőide a gyereknek, tehát 8 órát nézi egy nap a telefonját, azt pontosan tudjuk, hogy 4-5 alkalmazás közt oszlik el. Magyarul, mondjuk a gyerek 2 órát TikTokozik, 2 órát YouTube-ot néz, 1 órát Instagramot, másfél órát Messenger, meg Spotify-on zenét hallgat, megvan a 8 óra. Most a fejben mindenki konvertálja át ezt a 8 óra képernyőidőt 8 óra figyelemmé. Van 24 óránk a gyereknek 24 órából 8 órát figyel ezekre a dolgokra. Tehát 2 órá figyelmét leköti a TikTok, 2 órát a YouTube, 1 órát az Instagram, és így tovább. Na most, és itt jön a lényeg. Mindegyik alkalmazás, amit itt látunk, szeretné ebből a figyelem tortából szeretné egy nagyobb szeretet kiasítani. Magyarul. Belép a gyerek a TikTokra, megnéz 10 rövid videót, TikTok azt szeretné, hogy nézzen meg még 10-et de inkább nézzen meg még huszat, és nem menjen át mondjuk YouTube-ra, meg nem menjen át az Instagramra semmit, hanem maradjon a TikTokon. A YouTube ugyanezt szeretné. Megnéz a gyerek öt videót a YouTube-on, meg megnéz még három sorcot hozzá, és akkor nézzen meg még 10, meg még tizenötöt, maradjon ott, nem menjen át Spotify-on zenét hallgatni, vagy Messenger-t nézni. Miért? Nagyon banális és egyszerű a válasz. A potenciális termékeket hirdető cégek ott fognak hirdetni, ahol a gyerek a legtöbb időt tölti, oda fogják a legtöbb hirdetési pénzt fizetni. Magyarul mindegyik alkalmazásnak az az elemi érdeke, hogy minél több ideig ott tartson minél több gyereket, mert annál több termékhirdetési pénz fog nála lecsapódni. Tehát ők így építik fel a profit modellt, ezért nyilvánvalóan, hogy a, egy cég, ha nekem van egy termékem, ott hirdetem, hogyha egy gyereket akarok elérni vele, ahol azok vannak. Ugye most már nem óriás plakátozunk, meg nem ezt, hanem az applikációkban, ahol a legtöbb időt töltik. Ez jelenleg ugye, azt szoktuk mondani, a figyelem mai világban a legjövedelmezőbb erőforrás. Olyan, mint régen az olaj volt. Csak az a baj, hogy a figyelem az egy sokkal korlátosabb erőforrás, mert egy nap 24 órából áll, és ez a figyelem torta, ez most 8 óra, de pár évvel ezelőtt még csak 5 óra volt, meg 4 óra. Ez évről évre nő, de nem tud ugye körlátlan ideig nőni, mert ugye nem lehet egész nap csak telefon bárki tudja, még mi lenne, hogyha ezt nem, ezzel nem foglalkoznánk. Nőhet ez a torta egyéb módokon is? Igen. A Netflixnek a vezérigazgatóját, Reese Hastings, megkérdezték 17-ben egy interjú, interjúban, hogy ki a legnagyobb konkurenciája Netflixnek? HBO, YouTube vagy a streaming szolgáltató? Azt válaszolta, hogy egyik sem. Következőt mondta, mi az alvással állunk versenyben, és nyerésre állunk. Ha az a gyerek kettórával kevesebbet alszik, akkor kettórával többet nyomkodja a kütyűt, kettórával több figyelem, amiből pénzt lehet csinálni. Az a szép ebben a dologban, hogy ugye a, vannak a, a Silicon egyetemek, ahol oktatják ezeket a tantágyakat, ahol képeznek ilyen viselkedés szakértőket, akiket utána beállítanak, és ezeket az alkalmazásokban, ezeket a modelleket fejlesztik. MIT, Stanford egyetemeken. És ez az egyik legalapvetőbb modell, ez a, ez a hook modell, vagy hook ciklus. Mindjárt fogom mondani, egy TikToknál hogy néz ki. Ez az a modell, a legalapvetőbb modell, amin keresztül be lehet szippantani valakit, tehát folyamatosan rá tudnak kattantani egy termékre, vagy egy szolgáltatás, hogy azt használja. Hogyan működik? Nagyon egyszerű. TikTok. Telefon kijelzőjén megjelenik egy üzenet, ugye, a zárolt képernyőn egy üzenet feljön, hogy a TikToknál valami történt. Ezt hívjuk úgy, hogy a kiváltók, ez a külső trigger, egy külső kiváltók, egy üzenet megjelent ott, hogy hoppá, TikTokban történt valami. Ezután jön az akció, vagyis belépek, a gyerek rákattint, belép a TikTokba, ez a második lépés. Harmadik lépés, és ez nagyon fontos, időszakos jutalom. Ez már pszichológiai területe visz. Van, amikor van like a videómon, van, amikor nincs. Van, amikor van komment, van, amikor nincs. A gyerek mindig újra meg újra be akar lépni, mert mindig abban bízik, hogy most van valami pozitív rajta, van valami plusz rajta. Időszakos jutalom, majd erről még fogok beszélni, ez a szerencsjáték függőségnek az alapja. És az utolsó a befektetett energia, az investment, az a gyerek, akinek van egy TikTok fiókja, feltöltöd a videókat, barátokat gyűjtöd, a energiát rak bele, hogy működjön. Ez a ciklus így nagyon jól néz ki, és itt van, a, itt van a lényeg a dolognak, és ez a lényeg az egésznek, hogy egy idő után nincsen szükség a képenyön feljövő üzenetre. Nincsen szükség a külső kiváltókra, mert az a külső kiváltók átmegy egy belső kiváltókká. Magyarul, anélkül, hogy megjelenne az üzenet, a gyerek elkezd gondolkodni, hogy vajon most lájkolta valaki a videómat, vajon jött már valami üzenet rá, vajon valami komment jött rá. Nincsen szükség erre, és ezért automatikusan többszörösen belép. Belépek, megnézem, leteszem. Öt perc múlva belépek, megnézem, leteszem. Kialakult a termék használati ciklus, és a gyerek az gyönyörűen be van vonzva rá, és gyönyörűen használja ezt a dolgot. De vannak még egyéb ö, eszközök is, amit ezen a vonalon ö, használni szoktak. Az egyik az ingyenes platformok. Facebook, mondjuk YouTube, mindenki letölti a telefonjára, kell érte fizetni? Nem. Beregisztrálok, használom, jönnek az újabb frissítések, újabb funkciók, tök könnyű használni. Hát ugye 70-es évek óta tudjuk, amikor Amerikában megjelent a tévé, mindenki leült a tévé elé, szuper jó műsorok ingyenesen, nagyon jók voltak. Annan van a szállóige, ha valami ingyen van, akkor te vagy a termék. Itt pontosan tudjuk, ha valami ingyen van, akkor a figyelmed a termék, nem ingyenes az a dolog, hanem a figyelem az, amivel fizetünk, amiből ők ugye bevételt generálnak. Belép a gyerek adatgyűjtés Belép a gyerek a TikTokra, mi történik? Ott van az algoritmus. Mindegyik platformnak van egy saját algoritmusa. Mi történik? A gyerek ugye regisztrált a platformra, az algoritmus észlelő, hogy kiléped be, elkezdi gyűjteni az adatokat. Mikor léped be? Milyen videóra kattintott? Melyiknek lépett ki az elejénél, a közepénél? Melyiket nézte végig? Milyen videókat néznek az osztálytársai? A korosztályának mik a legkedvencebb videói? Melyik a legtrendibb videók? Minél több adatot gyűjt róla az algoritmus, annál jobban kiismeri, és annál jobban tud a tartalom ajánlásokon keresztül bentartani a gyereket a platformon. És ez itt a lényeg. Ha én elküldök most valakit, itt mindenkinek elküldenék egy YouTube videót, azt mindenki megnyitja a ki saját kis alkalmazásával, megnézi azt a videót, utána mi fog történni? Az algoritmus elindít egy következő videót, egy 10 másodpercen belül. Az a videó mindenkinek ugyanaz lesz? Nem. Mindenkinek egy olyan videót indít el, amit a róla ismert adatok alapján a legnagyobb valószínűséggel érdekelni fog. Van, akinek ez valami természet közeli, valami szép ilyen tájakat fog bemutatni, van, akinek egy extrém biciklis videó, van, akinek valami állatos cica vagy ilyen cukiság videót. A lényeg, hogy ott maradjon, és ne lépjen ki, és nézze azokat a videókat. Következő, és ez az egyik nagy kedvencem, a, amiről nem beszél soha senki, sötét mintázatok, a design szót mindenki ismeri. Magyarul a designnak csak a felét használjuk, mert a design szóra azt értjük, amikor mondjuk egy applikációnak van egy logója, egy színe, egy kinézete, amikor felismerjük rajta, ez a designnak az egyik része. A másik része a designnak az ergonómia, mennyire könnyű megtalálni benne a tartalmat, kattintani, mennyire könnyű használni, és így áll össze egy dizájn, amit angolul persuasive design hívunk. Ennek az a célja, hogy minél felhasználóbarátabb, jó felhasználó élmény nyújtson, az ember szeresse használni azt az alkalmazást. De ezzel lehet manipulálni is. És manipulálnak is nagyon sokszor. Mondok egy egyszerű példát, mindenki találkozott már ilyennel. Van egy a fellépek, felúgik egy pop-up ablak. Ugye mindenki látott már ilyet, van egy kérdés, és igen vagy nem el kell kattintani, úgy fog eltűnni az ablak. Ha azt szeretnék a dizájnon keresztül, hogy az igenre csak akkor mit fog látni? Az igen egy ekkora nagy zöld gomb lesz, a nem az pedig egy ilyen kis kicsi fekete kis szöveg, amit alig veszek észre. Vagy booking.com. Foglalok egy gyönyörű szállást, akarok hosszú hétvégére menni, booking.com-on találok egy gyönyörű kis hotelt, egy gyönyörű szobát, mit fog látni? Ebben az időszakban, ebben a régióban a szállások 95%-a elkelt, ebben a szállodában ez az utolsó szoba, még öten nézik most, és elindul öt percre egy visszaszámláló, hogy ennyi időd van, hogy lefoglald. És az ember már kattintgat is ott, hogy akkor úristen, tehát ugye ez tipikusan egy olyan sötét mintázat, hogy egy viselkedés akarnak rávenni. Vagy mondok, hogy most még népszerűbbet ami most van, ahol senki nem járt még a Temu meg a Shine, Ugye a kínai oldalak, ahol vásárolnak, ott mit látunk ugyanezt? Kilistázza, ott van termékeket látok, és ott van mondjuk egy ő, japán sévkés, 80 ezer helyett, 4.990. Öt darab van belőle, és 10 percet elindul a visszaszámláló, hogy ennyi idő van, hogy megved. Megveszel egyet magadnak, meg a anyunak egyet, meg a tesómnak, hogy nagyon olcsó, tök szuper, majd másnap belépek, és már csak 3.990 és 10 darab van belőle. Ugyanebből a, ugyanebből a, késből. Tehát ez is egy tipikus sötét mintázat, amivel igazából egy viselkedésre akarnak rávenni. És az utolsó, amiről beszéltem már itt a hook modellnél is, időszakos jutalmazási mechanizmus. Félkarú rabló, mindenki ismeri. A félkarú rablót miért használja a szerencsejáték függő? Azért, mert nem tudja mikor, és nem tudja, mekkora nyereményhez fog jutni, ezért folyamatosan használja. Ugye ez a szerencsáték függőség, ez a viselkedéses függőség, a legdurvább viselkedéses függőség. Ezt nagyon jól a játékok például. Az olyan játék, ahol szintek vannak, és szinteket lehet lépni, és akkor nem tudod mikor, melyik szinten, milyen fegyvert kapsz, milyen skin kapsz, milyen plusz dolgot kapsz, plusz életet. Folyamatosan ezért játszani akar valaki, és játszani kell vele. Menjünk is tovább. És nézzük meg, a, ugye ez volt a gazdasági rész, nézzük meg most egy kicsit az idegrendszeri fejlődést a gyerekeknél, és hogy mindjárt lesz majd válasz arra, hogy miért a gyerekekről beszélek mindig. Következő. Az idegrendszer az úgy fejlődik, az agyunk úgy fejlődik, hogy hátulról fejlődik előre. Ugye ezt gondolom mindenki hallotta már, hogy egy embernek ugye mikor érik meg az agya, mikor fejlődik itt teljesen az idegrendszere, hány éves korban. 23, 25, a lányoknak 23, a fiúknál 25. Bár van olyan szakértő, a Leonard Sachs, egy komoly szakértő a területen, azt mondja, hogy 30 év alatt nincsen érett férfi. Tehát ő ugye így fogalmaz, hát igen, ezt mindenki a saját könyzetében tudja, látja. Na most, ami lényeg ebben a dologban, amikor a gyerek megszületik, 5 éves korára az agyának a 95%-a megvan az agytérfogatának. Nem úgy fejlődik valaki, hogy nő az agya a fejében, hanem úgy, hogy az agyban levő idegsejtek között kötések alakulnak ki különböző tevékenységek hatására. Hosszú éveken keresztül egy csomó tevékenységet kell végezni, az agynak a különböző részeit használni, és elkezdenek ilyen kötések kialakulni. Szóval úgy kell elképzelni, hogy először egy földút lesz belőle, aztán betonút, aztán stráda. Minél többet használom, annál erősebb kötés alakul ki. Minél, hogyha amit meg nem használok, azt meg az agy levágja, megszüntet, nincs rá szükség. Pruning így hívja angolul. Na most, a mi szempontunkból kettő résznek van itt nagyon nagy jelentősége. Ez a középső, ez a limbikus rendszer, a túlélési központ, mondjuk a gyerek, gyereknek az első 5-6 évében ezt használja a túlnyomó részt, és utána elkezdi az előső lebenyt használni, ami meg a modern agy, ez ami a végén legutoljára érik meg, tehát a legutoljára a legtöbb kötés itt alakul ki, és ettől lesz valaki éret. Na most mi a probléma? A, ennek van itt egy ilyen kis amigdala része, tehát ez a túlélési központ, ahogy mondtam, ez kiskorban használják a gyerekek, ez egy olyan része az agynak, ami automatikusan működik, hogyha valami veszélyt észlel, vagy valami túléléshez szükséges dolog van. Mondok egy példát, lelép valaki az útra, jön egy autó nagy sebességgel, akkor nem az történik, hogy én elkezdek gondolkodni, hogy hát ez most el fog ütni, vagy nem, vagy megáll, vagy olyan el fogod kanyarodni, nem kezdek el ezen agyalni. Ha tetszik, ha nem, az amigdal átveszi az irányítást, és lesz valami fajta pánikreakció, vagy aki a pszichológiába jártas, üs vagy fuss mechanizmus, hogy valami fajta reakcióm lesz. Átfutok az út másik oldalra, visszaugrok mondjuk, vagy lefagyok ott, és nem tudok megmozdulni sem. Na ez a rész az agyban 4,8 millió éve pontosan ugyanúgy működik, ugyanazok a kémiai reakciók mennek végbe, ugyanúgy reagált az agy, amikor a a kartfogó tigriseről futott az ősember, hogy meg az életét mentse, és pontosan ugyanazok a folyamatok játszódnak le akkor, amikor a gyerek leül a számítógép elé, és Fortnite-tal vagy Call of Duty-val lövöldözős játékkal játszik, és le akarják lőni a pályán. Pontosan ugye ezeket a kémiai reakciókat indítja el az agy, ugyanis az agy nem tudja megkülönböztetni a vélt és a valós veszélyt. Magyarul, az a gyerek, aki mondjuk 7-8-9 éves korától folyamatosan videójátékozik, annak nem az a része fejlődik az agyának, ami kellene, ami az érettségezés mondjuk ahhoz, hogy nem okosodik, hanem ezt a részét használja, és ez a része fejlődik, ott alakulnak ki a kötések. Amelyiket használom, ott alakulnak ki kötések. Mi az, amit itt kell használni, mi az, ami, mi az amire ez a rész az agynak, ugye ez a modern nagy, az előső kéreg, mi az, amit itt kialakulva a kötéseknek, amit tudni kéne ennek az agyrésznek. Ilyeneket. Morális döntések, önkontroll, megfontolt cselekvés, indulatszabályozás, probléma megoldó gondolkodás, tervezés, szervezés, figyelemösszpontosítás. Ezeknek itt kell kialakulni, és ezekhez már mindjárt fogok mutatni pár dolgot, tevékenységekhez van szükség. Mondok egy példát. Probléma megoldó gondolkodás. Mi köze van az unalomnak, a probléma megoldó gondolkodáshoz rendkívül sok. Mai gyerek nem unatkozik. Mai gyerek unatkozik, akkor kap egy képernyőt, vagy bekapcsolja a szülő a tévét, vagy odaról a gyerekhez animálni, oda megy, hogy játszani kell vele valamit, mert meghal unalmában. Ugye a gyereket unatkoztatni kéne minden nap legalább egy órát. Kisfiam, kislányom, foglald el magad, én nekem most dolgom van, találj ki valamit. 10 percig magyaráz a gyerek, aztán utána elkezd kitalálni valamit. Ugye, hogy ne unatkozzon, mi történik? Fejlődik a kreativitása. A kreativitásból meg mi lesz? A probléma megoldó gondolkodás. Nincsen semmilyen applikáció, ami ezt a folyamatot helyettesíti. Semmilyen. Ez csak így tud lezajlani, és az a gyerek, aki nem unatkozik, annál nem fejlődik ki megfelelő módon a probléma megoldó gondolkodás. Jelenleg vannak már olyan cégek, vállalatok, akik pont azért, mert a gyerekeknél ez nem fejlődik ki normálisan, tehát elmaradnak a kognitív, tehát a gondolkodás képességekben, érzelmi intelligencia, szociális képességekben. Van olyan cég, én már ismerek jó pár olyan céget, aki úgy keres új munkatársat, hogy 35 év felett, meg 30 év felett tehát nem akar fiatalokkal dolgozni, mert nem képesek csapatban dolgozni, nem képesek kompromisszumot kötni, nem képes egy órát ülni egy megbeszélésen, nem képes figyelni ő folyamatosan ebben a dologban. Tehát ez rendkívül nagy probléma. És akkor, hogyha megnézzük, tovább megyünk, és akkor mindjárt összekötöm ezt a dopaminnal. Ugye mi a dopamin? A gyerekek tudják, mindegyik jelentkezik, amikor megkérdezem, nem tudtam miért, de most már tudom, egy ideje, van az azáriának egy dopamin című száma, és onnan tudják. Amiben azt érnek, hogy a dopamin az jó, a dopamin az jó, sok dopamin, annál jobb. A dopamin az egy neuromodulátor, egy örömhormon, a motivációnak az alapja, sok más dologban is van funkciója, de igazából a motiváció, vágyakozás az a jutalom út a dopamin. dopamin. Két alapvető funkciója van biológiailag az örömhormonnak. Az első a túlélés, az étkezés eszem egy finom ételt, dopamin, örömhormon termelődik a szervezetembe, az agy hozzájut ez a dopaminhoz, és mi történik? Jól érzem magam. Egy kellemes érzés. Ettem. Utána ez visszacsökken ez a dopamin, ahogy megemésztettem az ételt, és az agy azt mondja, hogy kérek még ilyet. Mit jött el az ételből? Akkor egyél megint. Ezzel motivál, hogy egyek folyamatosan. Egérkísérletekben az egereknél blokkolták a dopamin termelést, odarakták az ételt az egér szájáról, nem ette meg. Nem volt motivációja. Tehát ez egy alapvető motivátor az étkezésre. A második funkciója biológiailag a dopaminnak az pedig a fajfenntartás, utódnemzés, szex. Oké? Okay? Tehát túlélünk és utódokat nemzünk, fennmarad a faj, így működik normálisan. Mi ezzel a probléma, és hol megy félre ez a dolog? Itt. Minden embernek, mindenki, aki itt ül a terembe, Mindenkinek van egy dopamin szintje, mindenkinek ez alapvetően más, egy alap dopamin szintje. Mindenkinek van olyan ismerőse szerintem, aki négy-öt dolgot csinál egyszerre, pörög, fáradhatatlan, már abban elfáradunk, hogy nézzük, neki egy kicsit magasabb az alap dopamin szintje. Meg van olyan ismerősünk, aki meg tök jól előcsörög, úgyhogy nem csinál semmit. A székében is nézeget. Ki neki egy kicsit alacsonyabb. Na most, hogy működik a dopamin? Kimegyek mondjuk a természetbe, süt a nap, lágy szellő, madarak, csicseregnek. Nagyon jól érzem magam, felmegy a dopamin szintem, majd hazamegyek, lefekszem aludni, visszacsökken a dopamin szintem, másnap azt mondja a szervezetem, hogy menjél ki megint, mert ott jó volt, az jó volt az a dopamin szint, megfelelő mennyiséget kaptam. Elmegyek edzeni, másfél óra kőkemény edzés, letusolok, utána a legjobb érzés. Ott tele vagyok dopaminnal, itt vagyok, fent felment a dopaminom, elfáradtam, Alvás, másnap felkelek, menjél megint edzeni, mondja az agy, mert kell az a dopamin nekem, az jó dolog volt. Zene, barátokkal való találkozás, étel, ez mind így működik, egy normál skálában megy fel a dopamin. Hol van a probléma? Itt van fenn. Vannak olyan tevékenységek, amik nem a normál szintre emelik meg a dopamint, hanem két, három, négy, ötszörösére egy dopamin sokkot okoznak az embernek. Egy nagyon-nagyon jól érzem magam, viszont mondjuk egy folyamatos videójátékozás kapcsán egyszer csak kimerül, nem tud annyit termelni a szervezet dopamin, raktáram, kimerül az örömhormon, mit fog a szervezet mondani? Egyensúlyra törekszik a szervezet mindig, homeosztázis, azt fogja mondani, hogy az így nem mehet tovább, ezért megfog és ledob engem egy olyan szintre, ahol mi a dopaminnak, az örömnek mi a párja, fájdalom. Le fog dobni egy olyan szintre, ahol rosszul érzem magam, minden rossz, depressziós vagyok, minden fáj, nem akarok ott maradni, mert az egy nagyon rossz állapot. Ezért fogom magam, és elkezdek még többet videójátékozni, mert akarom vissza azt a dopamint, amit kaptam. De ma annyit videójátékoztam, hogy megszokta a szervezetem, és mondjuk egy óra videójátékkal kevesebb dopaminoz jutok, mint előtte. Ezért többet kell videójátékoznom. Kialakult a függőség. Ugyanezen az elven működik a cigaretta, az alkohol, a drog függőség, amik ugye kémiai függőségek és ugyanezen működik a szerencsjáték függőség, ami viselkedéses függőség, ugyanezeken az elveken működik. Na most, az agynak az a, az a probléma a dopaminnal, hogy az agy, ha sok dopaminoz jut, akkor utána ugyanahoz a dopaminoz újra meg újra hozzá akar jutni. Nem érdekli az agyat, hogy honnan van a dopaminoz, nem érdekli, hogy itt a zöld részről van, vagy itt neki, az a lényeg, hogy minél több, annál jobb. És itt van a problémának a lényege, hogyha ezt az agy ezt a dopamint akarja, akkor mi történik ezekkel a tevékenységekkel, amik itt vannak? Mindegyik unalmassá válik. A gyereknek az első jel az eszköz túlhasználatnál, hogy elkezdi abba hagyni azokat a dolgokat, amit addig szeretett. Nem akar edzésre járni, már nem érdekli. Nem akar kimenni, nem érdekli. Nem akar a barátaival találkozni, nem érdekli. Semmi nem érdekli, csak az, az egy dolog amiből megkapja a magas dopamint. Ami lehet a közösségi média, vagy lehet akár a videójáték is, csak azt akarja, és csak azt akarja csinálni. Ezzel az a probléma, hogy minden tevékenység, ami itt van, ami normál szintre emeli a dopamint, az szervezet azért azokat támogatja, mert az kell az idegrendszeri fejlődéshez. A dopaminon keresztül olyan tevékenységet vonz be, ami az idegrendszeri fejlődéshez kell. Ha ezek kiesnek, akkor nem úgy fejlődik az agyunk, ahogy kellene, nem olyan szinten fogom elérni a felnőtt kort, vagy fogja a gyerek elérni, ahogy kellene. Ez, a legnagyobb probléma. És azt is látjuk, hogy egy-egy dolog az milyen szinten emeli a dopamin, mondjuk egy étel az 55 százalék, a szex 100 a videójáték is 100 százalék. Én szoktam mondani, hogy lehet így dönteni a fiatal szülőknek. Nikotin 150 százalék, kokain 225, amfetamin 1000 százalék. Most, hogy így összekötöttük a, tehát a profit modellt, az idegrendszeri fejlődést, a dopamint, most nézzük meg a három területet, ami a problémát okoz, és itt most egy kis pihenésként egy hát meglehetősen ö, szenzitív, tehát egy videót fogunk megnézni. közösségi média függőség, a lányoknál a depressziónak az alapja, és miért, ugye mi az alapjának az egész dolognak, itt egy videót fogunk mindjárt, mindjárt végignézni, egy három perces videót, amikor egy lány megkapja legkésőbb már általános iskola 7.-8. osztályban a telefont, az milyen időszak egy lány életében? Az identitás keresés időszak. Akkor indul az identitás keresés a lányoknál. Hasonlítják magukat a közösséghez, ahol élnek a többi, az édesanyjukhoz, a többi nőhöz, a lányokhoz. Keresik a saját identitásukat. Ebbe a folyamatban kapnak egy Instagramot, ami tele van szétfilterezett celebekkel, millió lájkokkal, amiket, amik nem valósak, és próbálja azt a szintet elérni, amit nem tud. Lehetetlen, nem is valós, és innentől kezdve nem tudja elérni, rögtön ugye depresszió, szorongás, nem tudja ezt a dolgot megoldani, az identitás mag felbomlik, az identitás fejlődése a lányoknak teljes mértékben összeomlik. Ez most egy anorexiát bemutató videó. az egyik ilyen probléma ugye, hogy a, mondjuk a, ebben a különböző videókban a fogyásra és a normális alaknak ugye a, a, a szintje Ez a dav egy kampánya, a DAV reklámkampánya, nem reklámkampánya, hanem ők ezt gyakorlatilag csináltak egy ilyen videót, pont azért, hogy felhívják a figyelmet a depressziós gyerekek számára. Nézzük meg ezt! It down, and I will read you a book. You are so beautiful to me. Good job, Mary. You are so beautiful. Hello, for Mary and Addie's comedy show. <laughs> to me, consciously. On a small waist this summer when your favorite product is here. Alright, that's it. Come oh. to oh. see Everything I hold you everything Get yourself a tape measure. Thigh gaps are in. So beautiful to me, can't you see? You're everything I hope for, everything I need. You are so beautiful to me. Annak a 6-8 óra képernyőidőnek, abból 3 és 5 óra között van a közösségi média. A gyerekeknél. Tehát az a nagy része azt teszik igazából. És ugye ez a lányoknál egy nagyon nagy probléma, mindahogy nagyon nagy probléma a pornó tartalom is. Pornhub.com az egyik legnagyobb ilyen jellegű oldal. A gyerek megkapja a telefon, beüti, hogy Pornhub.com, beírja -el, hogy elmúlt 18 éves, és semmi más nem kell tennie. Ott van több száz gigányi erőszakos, nem valós ö, szexuális tartalom tíz éves korától folyamatosan a gyerekeknek. Persze nem úgy jut ad a tartalomhoz, hogy akkor ő megkapja a telefont és rögtön elkezd pornót keresni, hanem megmutatja neki a nagyobb osztálytársa, vagy bemegy egy játékba, rákattint véletlenül egy bennere, és eljut egy olyan oldalra, ahol ez van. Tehát, hogy igazából innen indul a dolog. Van itt egy kutatás, egy kérdéves kutatás, elég sok gyereket megkérdeztek, 17-18 éves 17, fiatalokat, és az utolsó két dologra hívnám fel itt a figyelmet. Az volt a kérdés az egyiknél, hogy hasznosnak találja a pornográfiát az első szeretkezés kapcsán. 45% mondta, hogy igen. Már azt is megkérdezték, hogy találkozott-e már erőszakos pornóval, ahol a nemi aktus megerőszakolásnak, folytogatásnak vagy más fájdalomnak állították be. 54% igen. Most, hogy beszéltünk a dopamirról, mindenki pontosan érteni fogja. Mi a probléma? Ezeken a videókon tanulják meg a szexuális együttlétet. A fiú úgy csinálja, hogy ott látta, a lány elfogadja, mert ő is ugyanazt látja. A dopamint feldobja magasra, sokkal magasabbra, mint a normál szex. Majd jön a családalapítás, gyerekek és megvazuk. Mi történik? Unalmas. Unalmas lesz a normális szex, mert ezen szocializálódott, ezt szokta meg, és innentől kezdve ugye ez egy jelentős probléma. Szóval ez a probléma vele, dopamin. Tehát itt a dopamin, a, amit, ami problémát okoz. A szervezet mindig a magasabb dopamin irányába megy, és például ez, ennél a dolognál ez a probléma. Aztán vannak ugye ezek a, az ártalmatlan PS5 meg Xbox, ugye ezek a tévére kapcsolható játékok, konzolos játékok. Na most ennek a pornhábnak, ennek az oldalnak, ennek van egy minden évben kiad egy éves jelentést a látogatókról. Ez egy külön fejezet van. A gyerekek által használt Xbox és PS5-ről érkező látogatókról. Egész konkrétan itt látjuk, mert ezek, az, ezek, a platformok, tehát ugye ezek a gyerekek által használt játékokra, mindegyikben van egy böngésző, ahonnan el lehet írni ezeket a, az oldalakat, tehát ezeket a videókat, ezeket a pornó videókat, és itt konkrétan ugye ebben az esetben itt nézik, és optimalizálják, hogy erről a felületről is el lehessen érni könnyen. Itt vannak a kulcsszavak, amire rákeresnek, amikor elérik ezeket a tartalmakat a pornoszájtokon, Fortnite, Minecraft, Overwatch, tipikusan olyan kulcsszavak, amit a gyerekek használnak, és szépen eljutnak oda, és rákeresnek. Ez a gond, a pornográf tartalmakkal ez a gond, az első, nem tudom az életkort szabályozni, mert olyan egy szabályozatlan terület, nem tudom megtenni azt, hogy mondjuk az első, mondjuk a 20 legnagyobb oldalt beszabályozom, mert van még mellette 20 ezer másik, meg az mellett még 30 ezer másik. Olyan szinten sok ilyen oldal van, hogy ez nagyon-nagyon nehéz ugye itt egy szabályt belevinni. Jó. És a harmadik terület, ami, ami, veszi, ami necces és ami problémás, az a fiúk esetében a videójátékok. Szeretném felvenni a figyelmet arra, hogy a videójátékok a pszichiátria, pszichiátriai betegségeket listázó 2013-as kézikönyvben már szerepelnek, mint problémás terület, a függőség szempontjából 2013-11 éve már szerepel benne, azóta vannak kutatások. Nem meglepő módon a videójátékokkal a probléma az katonaságtól jön. Tehát a katonaságtól jönnek az új technológiák, meg a legújabb oktatási módszertanok is. A Videojátékokkal az a probléma, hogy egy ugyanolyan szimulációs valósághű technológiát használnak, amit a katonaságnál használnak a katonáknak a mentális kondicionálására. Magyarul a videojátékok mondjuk a katonaságnál a szimulációkon keresztül próbálják a katonákat érzéketleníteni az erőszak iránt. Második világháborúban 10 tíz katonából hét nem tud elsütni a fegyvert úgy, hogy ott állt vele szemben az ellenség, azért, mert van egy biológiai gát az ember, vagy nem lövi le a másikat. Ezt viszont egy mentális kondicionálásos folyamattal át lehet hidalni. A, amikor szimulációról beszélünk, ugye ezt mindenki ismeri a repülőgép szimulátort, ezt mindenki hallott róla, ez katonai alkalmazás, a vadászgép pilótáknál alkalmazták először, Ugye egy nagyon valóságű környezetbe beültetem a pilótát egy szimulátorba, ahol több tízezer órán keresztül rettetem, úgyhogy mintha valóság lenne, tehát nagyon a lehető legközelebb a valósághoz, majd átültetem a vadászgépbe, és az agynak van egy olyan csodálatos képessége, hogy a valósághű környezetben megtanult készségszintű tudást pillanatok alatt át tudja ültetni a valós környezetben, arra a vadászgépre, vagy mondjuk az utas, mondjuk egy pilóta, egy Boeing gépre ugyanezt meg tudja csinálni. Na, ugyanígy működik az érzéketlenítéssel is, és mindjárt meg is fogom mondani, hogy hogyan... mindjárt meg is mutatom. Pavlov, ugye mindenki ismeri, a legalapvetőbb kondicionálás, a Pavlov-féle Pavlov kondicionálás, megcsengette, megcsengette a Pavlov a csengőt, jött a kutya, kapott ételt. Következő nap ugyanezt megcsinálta a csengő, jön a kutya, étel. Ezt megcsinálta nagyon sokszor, és mi történt? Összekötődött a csengő kutya fejében az étellel. Klasszikus kondicionálás. Hogy néz ki ez a gyerekeknél? Hazamegyünk, leülünk, pizzát süta, sütünk, előveszünk kólát, zenét bekapcsolunk, jól érezzük magunkat, röhögünk, fenn van a dopamin, tök jól érezzük magunkat, majd közben szétlövünk mindent, kit repkednek a végtagok, folyik a vér, halásikoly, összekötődik a jó érzés az erőszakkal, magyarul a gyerek érzéketlenítve lesz az erőszak iránt. Amerikába megy a suliba, lövöldöz, Európában pedig sokkal erőszakosabbak az iskolai verekedések. Régen ugye rekerült a földre valaki vége volt a bunyónak, első vérnél vége volt a bunyónak, most meg ott kezdődik. És ezt nem a levegőbe beszélek, rengeteg pedagógus képzést tartok, és nagyon sok pedagógussal, iskolai igazgatóval beszélek, és nem az, hogy visszaigazolják, hanem azt mondják, hogy ez még ennél durvább, hogy én itt még finoman fogalmazok. Múltkor jött hozzám az egyik, és azt mondta, hogy, a, náluk pont előtte nap történt egy olyan eset, két fiú, össz, két fiú összeverekedett a folyosón, az egyik lekerült a földre, a másikat az utolsó pillanatban fogták vissza, mert páros lábbal rá akart ugrani a melkasára. Oké? Mondta, hogy másnap mennek osztály kirándulni, az osztályfőnök nem volt hajlandó a gyerekeket elvinni, csak úgy, hogyha egy tekes apuka kíséri őket. Mert Erdélybe mentek, és azt mondja, attól fél az osztályfőnök, hogy mennek a kirándulnak a természetben fenn, és egy gyerek lelő ki a másikat még egy szikláról. Tehát, hogy tehát ilyen szinten, tehát érzéketlenít vagyunk az erőszak iránt. Ugye ez pontosan van egy katonai pszichológus a Amerikában, a Dave Grossman, ő úgy is hívja ezeket, hogy gyilkossági szimulátorok. Katonaságnál ez a cél, hogy érzéketlen ilyen, és meg tudja, el tudja végezni a feladatát. Amikor viszont ezt a valóságú környezetbe berakott játékot átvisszük a gyerekekre, akkor őket erre kondicionáljuk, és ez nem jó. Tehát ez a, a videojátékok. És akkor az erőszakos tartalom, azt mindenki szokta, hogy az erőszakos tartalom az probléma, de a dobogónak ez a harmadik fokán van csak, a második fokán a idő, hogy mennyit használja a gyerek, az első lépcső fokán pedig az, hogy milyen gyakran nézi meg a telefonját. Az erőszakos tartalom is probléma. Ki ismeri meg ezt a zenét? Cápa, ugye? Hát ez nagyjából mindenkinek meg van egy csápa. 1975 az első igazán ö, erőszakos film, a valósághű robotcskápa, aki megy, hajókat harap ketté, lábakat tép, embereket esz meg. Egy igazán erőszakos, brutális film, kétórás mozifilm 75-ben. Emberek milliói mennek be moziba megnézni a cápát. Majd mi történik? Másnaptól emberek milliói nem mennek bemenni a tengerbe. Hogy jön a cápa, és leharapja a lábam. Ugye erőszakos tartalom. Mi történik? Hogy játszódik ez le? Erőszakos tartalmat látok, ezen elkezdek gondolkodni, ez beég az agyamba. Egy imprintet okoz, egy beégést az agyamba, amiből meg gondolataim lesznek, érzéseim lesznek, ez esetben a félelem. Most tekerjük előre 2024-ben, bennül a gyerek a szobájában, becsukott ajtónál, biztonságban van, tudom, hogy ott a szobájában mi baja lehet. Közben ilyen tartalmakat fogyaszt, teljesen vadidegenekkel csetel a szobájában, és beszélget mindenfélekkel, és közben ezek beégéseket okoznak, érzései lesznek bennőle, fogalm sincs, hogy mi. Erre mondja egy nagyon komoly FBI szakértő, mondta ezt, hogy nem azon aggódik, hogy a gyerek 8 vagy 9-kor sötétedés után lekéreckedik a játszótére még találkozni a barátaival, mert a barátaink kívül nincs ott senki. Az összes fenn van, az online térben, aki bármit el akar követni ellene manapság már. Tehát az a gyerek, aki benn van, az van a legnagyobb veszélyben, mert amikor a szülő belép, mert mondjuk oda kéri még a vacsorát is, a egészen biztos, amikor a szülő benyit, akkor egy fekete monitort fog látni, ami nincs semmi. Nem azt fogja látni, hogy éppen lövöldöz szét valamit a gyerek, vagy éppen valami olyan tartalmat fogyaszt, azt fogja látni, hogy semmit, mert a gyerek ezt nem akarja megmutatni. Tehát ezzel ez a probléma, hogy az erőszak így és ilyen hatása van rá. És akkor a végén, és majd lesznek még a végén, lehet majd kérdezni is, de hogy az iskolai közegbe is menjünk át egy kicsit, ha már itt vagyunk. És rögtön szeretném ezt itt megmutatni. Ez egy kéthetes hír. A finnek, akik ugyanúgy kitiltották az okostelefont, egyszer csak bejelentették, hogy elkezdték kitiltani a laptopokat is. A finnek. A laptop se jó a suriban, azt is elkezdték kitiltani. Mert az is elvonja a figyelmet. Miért? Mi a probléma az iskolában? Hát az OECD nemzetközi szervezetnek 2017-ben volt már egy jelentés, amikor megnézték, hogy mit adott hozzá az oktatáshoz a bevezetett technológia sulikban. Az eredmény annyi volt, hogy semmit. Semmit az ég világon. Ott még nem látták azt, hogy még problémát is okoz, de hogy azt már látták, hogy, hogy semmilyen plusz nem adott hozzá, tehát nem nőtt az eredmény, a teljesítmény, semmi. 2023-ban, tavaly júliusban már kijött az UNESCO-nak egy 400 oldalas jelentése, ami két dolgot állapított meg. A zokos telefonok és a személyes képernyők, mindjárt beszélek róla, nem használhatok az iskolában, mert egy, elvonják a gyerek figyelmét, kettő, brutálisan megnő az online zaklatásoknak a mértéke. Annál a gyereknél, aki telefonban az fotóz, videóz rajta, most már mesterséges intelligencia van, fékvideókat lehet csinálni, és ugyanúgy, hogy régen a leggyengébbeket pc ki, most azokról raknak fel különböző videókat, hogy már az iskola, tehát a arról számolnak be, hogy vannak olyan gyerekek, akik anélkül, hogy történne valami, úgy megy reggel már iskolába, hogy gyomorgölcse, hogy ma mit fognak rólam felrakni. Ma ki fog engem lefotózni, ma mi lesz rólam, tehát már úgy ment iskolába, már egy ilyen szorongó közegben. Nyilván az a gyerek nem is akar utána iskolába menni, ugye? Mert hogy pontosan ez éri. Hogy néz ki az európai szabályozás? Tavaly évben már Franciaország, Anglia, Belgium, egy csomó országba elkezdték kitiltani. Hollandiában elkezdték, ott is bejelentették, Finnországban már ugye tavaly 30 ezer szülői aláírásra indították el, ugye most már a laptopoknál tartanak, és a kedvencem a Svédország. Svédország elsők között vezette be 2017-ben a tabletekről való tanulást képernyőről, könyvek helyett, hogy ez szuper, halladjunk a technológiával. Majd tavaly júliusban kiállt a az oktatási miniszter, mert ők nem így estek le a pízán, mint amit mutattam az ábrán, hanem így a gyerekek teljesítménye, kiállt és ennyit mondott, az iskolák tömeges digitalizálása hiba volt, ugyanis a kutatásokból megnézték ők is, és rájöttek, hogy hát igen, kutatásokból tudjuk, hogy a képernyőről olvasott szöveget nem úgy dolgozza fel az agy, meg nem is úgy raktározza el. Mit csinálnak most a svédek? Minden évben 500 millió svéd koronát fordítanak most arra, hogy visszahozzák a papír alapú könyveket az oktatásban. Jó reggelt kívánok! A Magyarország, Szlovákia, Románia mindenki elindította ezt a dolgot. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy Amerikában például a legnagyobb egyetemeken, a legkomolyabb egyetemeken a professzorok nem engedik be az óráikra, a diákoknak, az egyetemistáknak semmilyen eszközt jegyzetelni. Se laptopot, se tabletet, semmit. Csak papíralapú jegyzetelést engednek, mert a diák is bennül, és elkezd más csinálni a gépen. Elvonja a figyelmét. És akkor itt mindjárt meg is mondom, hogy miért. Mindjárt ki is fog derülni. Mindjárt érteni fogja mindenki. Amikor iskolai környezetről beszélünk, akkor a személyes képernyő fogalmát érteni kell mindenkinek. A Macron is csinált egy ilyen kutatást egyébként két hónappal ezelőtt, különböző neurológusokkal, biológusokkal, és nála is megjelent már individual screen néven személyes képernyő. Amikor bennül a gyerek az osztályteremben, mi az, hogy személyes képernyő? Az a személyes képernyő, ahol egy képernyő, egy gyerek. Tehát egy gyereknek, minden gyereknek van egy saját képernyője, azt minősül személyes képernyőnek. Okostelefon, tablet, és mondjuk a laptop. Mi ezzel a probléma? Következő. Előveteti, most már beszéltünk a dopamiról, idegrendszeri fejlődésről, mindenki tökéletesen fog érteni. Előveteti a tanár az, az okostelefont, a gyereknek a dopaminja az már alapban itt lesz. Jaj, de jó telefont használunk. Csinálunk auton egy feladatot, mindenki csinálja meg a feladatot, a gyerekek megcsinálják a feladatot, két perc alatt, majd azonnal átmegy a TikTokra azonnal bemegy a vásárlás, azonnal bemegy a különböző helyekre. Miért? Hát azért nagyon egyszerű. A kahút az ide emeli a dopamin szintjét, a TikTok meg ide. Ezért a gyerek nem tud akar a erőből nem oda menni, az agy akarja azt a dopamint, és ott van elérhető, ezért át fog menni. Nem tud mit tenni ellene, neki még nem fejlett az idegrendszere, még nincs meg a védekezési mechanizmus, mint egy felnőttnek, és egy felnőttet is beszippant, hát akkor egy gyereket mennyire? mindig a szórakoztató jellegű technológiát fogja használni és választani, amíg ezen a telefonon van az oktatás, meg a szórakozás, addig az iskolai körzetben ez használhatatlan. Mert a gyereknek mindig is el fogja vonni a figyelmét. Tehát ez a személyes képernyővel ez a probléma alapvetően. A másik probléma, és ezt is mindenki érteni fogja, a multitasking. Multitasking az, hogy egyszerre több dolgot csinálunk, a nők jók benne, férfiak meg csak egy dologra tudnak figyelni. Ugye ezt mindenki ismeri. Belárulom, hogy a nők sem tudnak multitaskingolni, de a nők nagyon jók abban, hogy ugrálnak három-négy dolog között oda-vissza, tehát több dolog között váltogatnak nagyon gyorsan. Az hogy úgy működik, hogy csinálok valamit, pum, átugrok ide, átugrok oda. Hazamegy a gyerek, leül a laptop elé, elkezd írni a házi feladatát. Írja a házi feladatát, közben csetel a telefonján, megy egy sorozat a tévében, bekapcsol egy zenét, meg a tesójával beszélget, öt dolgot csinál egyszerre. Mi a baj ezzel? A 10 perces házi kettő óra alatt fog elkészülni, olyan rossz lesz, hogy másnap kap rá egy kettest, vagy egyest a tanártól, a szülő meg ki kell magából, hogy micsoda hülye ez a tanár, hogy két órán keresztül dolgoztatja a gyereket, egy ilyen nagyon nehéz házit ad neki, és a végén még egy kettest is ad. És összeveszik a szülő a tanárral, és alapvetően ugye ez a probléma okozója a multitasking. Mert a multitasking az alapvetően nem működik. Van erre egy nagyon jó gyakorlat, amit itt most meg tudunk csinálni, nem kell felállni hozzá, nem kell szerepelni senkinek. Mindenki számoljon el magában 1-től 20-ig. Jó? Fejben, 1-től 20-ig. Megvan? Akkor most mindenki mondja el az ABC-nek az első 20 betűjét. Megvan? Most multitaskingoljunk. 1 A, 2 B, 20-ig. 6-7-ig általában el szokott menni, 4-5-6-7-ig körülbelül. Egyik, másik. Ugrál az agy, multitaskingolunk, tehát igazából nem működik. Ez ezzel a probléma, hogy igazából nem képes az agy, és nem tudjuk ezt a dolgot elvégezni. Most, hogy ezt az egészet így, így végignéztük, Szeretnék kiemelni pár dolgot, és itt mindenki meg fog érteni most ennek az ismeretek fényében, hogy mi a probléma. Az első, és ez azért a legnagyobb problémám, és erre úrok a legjobban, amikor a, az individualista nevelés hívők, aki, aki úgy gondolja, hogy a gyereknek joga van megmondani, hogy ő mit csináljon, a gyerek majd eldönti, hogy ő hogy akar fejlődni, a gyereknek nem lehet megmondani semmit, a gyereknek ez a saját joga és és a gyereket nem lehet, megkér, meg, nem lehet megmondani neki semmit, csak megkérni dolgokra. Ugye ez a narratíva azt mondja, hogy a gyerektől nem veszük el a telefont, hanem leülök vele, elmagyarázom neki a veszélyeket, elmondom neki, hogy hogy kell használni, megtanítom a helyes használatra, és le van tudva az egész dolog. Én ezt nem digitális tudatosításnak hívom, hanem digitális felelősség átruházásnak, mert az a gyerek a fejletlen idegrendszerrel képtelen erre, és nem abban a korban van a szülőnek az a feladat, hogy szabályokat alkotva nevelje a gyereket a legnagyobb gondoskodás mellett. A gyereknek a, a szabályokra és a gondoskodásra van szüksége, ezt tudjuk és látjuk, így tud a legjobban fejlődni. Tehát a digitális tudatosság, ja, meg még kössünk egy szerződést a gyerekkel, és akkor majd betartja, milyen tök jó. Ma is vannak olyan szakértők itt Magyarországon, aki ezzel házal a tévében, hogy szerződést kössünk a gyerekkel, és úristen tehát egyszerűen borzasztó. másik, képernyő kiegyensúlyozása. Persze, hát egyensúlyozzuk ki a képernyőt, tehát kiegyensúlyozhatjuk akkor az összes több ilyen addiktív dolgot is. Egy héten egy cigi, egy pohárbor, oké, okay, meg csak egy kis marihuánás cigi két hetente, csak egy két-három sluk. Mert egyébként durva, és egyébként nem egyensúlyozzuk ki, ami toxikus, hanem azt nem adjuk oda. Amíg a gyerek nem érett az idegrendszer, hogy el tudja dönteni, mi a jó meg a rossz, meg mi az, ami neki káros, addig azt nem adjuk oda a szülő feladat, hogy megóvja a gyerekeket ettől. Erre szokott, még annyit szoktam mondani példának, hogy, és ezt mindenki érteni fogja, képzeljük el azt, hogy mai napon semmit nem tudunk a drogokról. Senki semmit nem tud a drogokról. Megjelenik az életünkben ma a drogok. Kokain, opiátok, csó, minden ilyen dolog. Elkezd az ember egy-két ilyen drogot bevenni, és hát jobban tudok figyelni. Hát tök jól érzem magam. Hát hú, de boldog vagyok. Jaj, de jó. Miért raknám le? Sokkal jobban érzem magam tőle. Minek raknám le? Nem fogom lerakni, csak akkor fogom lerakni, amikor majd kiderül pár év múlva, hogy az egészségemet tönkre bágja. És ezzel ez a probléma, ugye, hogy itt gyakorlatilag most kiderült, hogy mi történik, a gyereknek áthúzalozza az agyát. Most jön az, hogy akkor ez be kell szabályozni, mint minden más ilyet az életben, ugyanezt történt vele. Ezzel is ugyanannak kell történnie. A másik dolog, a szülő is akkor a gyerek kihez fordul. Tehát, akinek gyereknek már van ilyen telefonja, és mondjuk a szülő odaadta neki, és ott van nála, benn van a közösségi médiában, találkozik egy csomó olyan dologgal, amiben kérdései vannak. A szülő viszont, képzeljük el azt a szituációt, hogy otthon van a szülő, hazamegy a gyerek, és mondja neki az anyja, hogy kisfiam vagy kislányom, három napja próbálom beállítani ezt a rohadt órát ezen a telefonon, hát állíts már be nekem, mert tőle. A gyerek azt mondja, hogy kész, ennyi, beállította. Majd másnap oda megy az anyja, és azt mondja neki, hogy kislányom, megint azt a rohadt telefonnyomkodod, már túl sokat használod, így meg úgy beszabályozzak, ez nem jó neked, a gyerek meg felnéz rá. az órát nem tudod beállítani, hát tök hülye vagy hozzá, és nekem akarod megmondani, hogy mit csináljak. Hát a szülő teljes mértékben hiteltelen a gyerek szempontjából, ezért, amikor a gyerek problémával találkozik, nem is fog a szülőhöz fordulni, mert úgy van vele, hogy a szülő úgyse tudja megoldani, kihez fordul a gyerek, az osztálytársához, meg a barátnőihez, egymást nevelik fel a gyerekek ebben a, ezen a téren, és nem tudja a szülő átadni azt az élettapasztalatot, azokat a dolgokat, amivel a gyereket meg kéne védenie. Megszűnt ugye ez a nagyszülőről, a, a dédszülőről, a nagyszülőre, a szülő átszálló tapasztalat, nevelési módszerek, mert egy teljesen más világban, egy párhuzamos világban fenn vannak a gyerek a virtualitásban, és ez nem működik. A másik szülői minta. Az első dolog, amit meg kell tenni, és én amikor felkérnek engem, hogy tartsak előadást gyerekeknek, általános iskolában erről a témáról, egy feltétellel vállalom el, ha utána a szülők is bejönnek. Ugyanis a probléma a gyereknél van, a változtatás meg a szülőnél, mondhatnánk úgy is, hogy egy autóról beszélünk, ami beültetjük a gyereket, van gáz, és a gyerek tolja meg nyomja neki, de a fék a szülőnél van. Ha a szülő nem partnerben, a szülő nem tudó, akkor semmi nem fog történni. Akkor a gyereknek elmondok mindent, és hazamegy, ha és ugyanazt csinálja amit előtte nem tartott idegrendszeri fejlődésben. Viszont azt látja, hogy a szülő nyomkodja a telefont ugyanúgy. Miért kéne neki letenni? Tehát a szülőnek is le kell jönni először a telefonra. Ez nem azt jelenti, hogy a szülőnek ugyanazt kell csinálni, mint a gyereknek. Ez azt jelenti, hogy a gyerekkel közös programokon, meg környezetben neki tudatosan kell használni a telefont, és a megfelelő módon, ugyanis a gyerek a szabályokat egy ban követi, a mintát meg 100%-ban. Akármilyen szabályt hozhat a szülő, Hogyha mellette ő a telefont magánál nem szabályozza be a gyerek előtt, a gyerek mindig is, amit a szülőnél lát, azt fogja tekinteni az elvárt viselkedési mintának. És pont, és ez ennyi. Tehát az a szülő, mondjuk, aki a legjobb szándékkal leül a gyerekkel, hogy kártyáznak, vagy társasoznak, hogy ne telefonozzanak, ő sem telefonozik, csak annyit csinál, hogy tíz percenként megnézi az e-mailjét, hogy jött-e valami új e-mailje. Az ugye rögtön már a, gyerekkel, a gyerekre hatással van, nem működik. Nem a gyerekkel, hanem a dopaminnal harcolunk. Nem lehet akaraterőből a dopamin ellen küzdeni. Felnőtt sem tud. A gyerek meg még kevésbé a kifejletlen idegrendszerével. És hogy miért az iskola, és miért a közösség, azt látjuk rengeteg kutatásból már, meg rengeteg esettanulmányból, hogy ugye az a szülő, aki azt mondja a gyereknek, hogy na, akkor neked nem lesz telefonod, és akkor mostantól így jársz az iskolában, mindenki másnak meg van. Hát az, hogy tud kitartani egy szülő, az, hogy lehet megvalósítani, sehogy. Tehát, mi az a két közeg, ahol a gyerek a legtöbb időt tölti? Közösség, a család, meg az iskola. Hogyha ezekben rendbe tudjuk rakni, és még az iskolában mindenkitől kivesszük a telefon, műnő, hogy most történik, akkor számos esettanulmány van ebben is, mi történik. Elkezdenek beszélgetni mondjuk ebéd közben a gyerekek, nyüzsök az étkező, szünetbe játszanak, kint rúgják a labdát, ha van pingpongoznak, ha ott van, beszélgetnek egymással, elkezdő, és sokkal jobban érzik magukat. Én meg szoktam kérdezni a gyerekeket, amikor hatodikasoknak, vagy ötödikeseknek tartok eladást, Két kérdést mindig felteszek. Volt-e már olyan, hogy rosszabbul érezted magad, miután telefonoztál mind előtte? Azt mondja mindegyik, mindenki jelentkezik, hogy igen. Meg volt-e már olyan, hogy le akartad tenni a telefon, de nem tudtad? Mindenki jelentkezik. Ezzel a problémával ők tisztában vannak, de a dopamin az sokkal erősebb, mint minden más ezért képtel lejönni róla. És sokszor azt látjuk, én olyat is láttam, hogy a gyerek örül, hogy szabályt hoznak, és nem tetszik neki, mert úgy kell lejönni a dopamiról, mint bármilyen más függőségről. Az soha nem jó. Az soha nem könnyű lejönni. Felnőttként sem. Hát gyerekként még milyen nehéz, de utána sokkal jobban érzi magát. Igen, ebbe egy dolog. Honnan tudom azt megállapítani, hogy az a tevékenység, amit a gyerek, vagy amit én végzek, vagy amit a gyerek végez, az jó vagy nem jó. Tehát a zöld szintre emeli a dopamint, vagy túl magasra. Nagyon egyszerű. Minden olyan tevékenység, ami után jobban érzem magam, az a megfelelő szintre emelt a dopamint, és minden olyan tevékenység, ami után rosszabbul érzem magam, az túl magas sem emelt a dopamin szintet. Ezen a nagyon egyszerű dolgon meg és a gyerekek is ezt meg szokták mondani maguktól is. A Jonathan van négy megoldás, és itt a végére érünk most már az előadásnak. Ő négy pontban adja meg a megoldást, ugye most szerintem a, szerintem a leg, leghitelesebb és leg, relevánsabb szakértő a világon ezen a területen. négy dolgot mond. Az első, ne kapjon okos telefont a gyerek 14 éves korig. Lehet neki ilyen kiajthatós flipfonja a gyereknek, amivel el tud érni a szülő, tud SMS alapon üzenetet küldeni egy az egyben a szülővel, meg ráadásul öt naponta vagy hat naponta elég tölteni, azon tud kommunikálni a gyerek. Sőt, most már vannak olyan telefonok, ugyanilyen Samsung meg ilyenek, pontosan, ami itthon még nem csak Amerikában, de itthon is be fog jönni, én azon bízom benne, hogy szolgáltató szinten nincsen rajta internetkapcsolat, meg nincsen közösségi média. Ugyanúgy lehet fotózni vele szép fotókat, meg zene lehet rajta, de nem tud a gyerek, nem tudja meghekkelni a gyerek, és nem tud rajta ilyen dolgokat látni. Tehát ez az első, ne legyen telefon 14 éves korig. Második, ne legyen közösségi média 16 éves korig közösségi média, az, mondok erre egy analógiát, és akkor mindenki érteni fogja. A vezetet. Amikor én, beültetek, mondjuk most itt kimennék, és beültetnék egy 12 éves gyereket egy a váltós autóba, itt lesz a dopaménja, hogy vezethet, megtanítom fél óra alatt vezetni, fék, gáz, kormány. Kimegyünk valami le leútra, pillatokat meg fogja tanulni, nem egy bonyolult dolog. De nem fogom elküldeni gödöllőre, utána, hogy hozzon el nekem valamit, és hozza vissza, mert összetöri magát, nem tudja felmérni a veszét, hülyeséget csinál, ő túl gyorsan fog menni, csomó probléma lesz vele. Ezért lehet 18 éves kortól jogosítványt szerezni, nem pedig 12 éves kortól. Vagy korengedménye 17. De amikor a gyereknek az idegrendszere 16 éves kor felett már egy olyan szintre jutott, ha normális tevékenységet végzett, akkor tudja megszerezni a jogosítványt. A közösségi média nem a gyerekeknek kifejlesztett dolog volt soha. Az egy felnőtteknek kifejlesztett dolog volt, kapcsolattartásra, Facebook, ugye, ahonnan indultunk, nem a gyerekeknek. Az a gyerek, aki bekerül ebbe a körbe, nem tudja felmérni, hogy egy idősebb, rossz szándékkal közelítő ember az mit akart tőle, hogyan hálózza be, naív még hozzá, nyitott a világra, mindenkiben megbízik, a szülő nem tud ott lenni mellette, tehát képtelenség abban a korban, amíg nincs egy olyan idegrendszer érettségi szinten, hogy ezt tudja kezelni. A harmadik dolog, iskolák okos erről beszéltünk. És a negyedik dolog, amire nagyon kevésszer gondolunk, nagyon fontos, sokkal több felügyelet nélküli szabad játék és önállóság gyerekként. Helikopter szülő mond, De ez valamit? A szülő azt mondja a is, hogy a digitális térben nem védjük meg eléggé a gyerekeket, a fizikai térben meg túlóvjuk a gyerekünket. Ugye a túlóvó szülő. Kimegy a gyerek felmászni a fára, az egyméteres ágra felmászik, a szülő rohan utána párnával alá, hogy leesik a gyerek, és kitöri a nyakát, meghal. Oké? Okay. A gyerek nem csinálhat semmit, a szülő megy és ott pörög mögötte, hogy úristen, a gyereknek nem alakul ki természetes módon a veszély felmérési képessége nem tudja felmérni, hogy mit lehet, mit nem, mi veszélyes, mi nem, nem alakul ki a megküzdési stratégiája, mert a szülő ott pátyolgatja, és utána a felnőtt korban is ott van, nem tud önállóan csinálni semmit. Tehát a gyerekeknek abszolút szüksége lenne olyan szabad játékra, amit nem a szülő talál ki, nem a szülő irányít, hanem a gyerekek egymás között találnak ki kreativitás, problémagoldó gondolkodás, amiről beszéltünk. És akkor a végén az a szép ebben a történetben, hogy a technológiai cégeknek a nagy vezetője a szilikonvölgybe kizárólag telefonmentes suliba járatják a gyerekeiket. Ők pontosan tudják, hogy mit okoz az a termék, amit létrehoztak. Ilyeneket nyilatkoznak mondjuk a Twitternek a vezetője. A gyerekeim nem használnak közösségi oldalakat, vagy itt van a Facebooknak egy magas szintű vezetője. Megszállottak vagyunk, nem engedjük, hogy a gyerekeink képernyőjelet legyenek. Amikor a Steve Jobs az iPad-et kihozta és kitalálta, az első dolog, amit lenyilatkozott, az volt, hogy a gyerekei rá se nézhetnek. Közelében nem engedi. A, a Bill a felesége, a Melanie Gates, 16 éves korba adott a gyerekeknek telefont, és azt mondta az első interjújában, hogy elcseszte, mert várni kellett volna 18 éves korig a gyerekeknél. Ja, és akkor még hadd tegyem ezt hozzá itt a végén, még mielőtt mindjárt mutatok egy-két filmek könyvajállót, hogy ez a dolog, most iskolákról beszélünk, általános meg középiskoláról, de ez közel sem, er, csak erről van szó. Egyetemisták, most dolgoztam Kolozsván egyetemistákkal, az az egyetemista, aki elsőbe bekerül, az éppen a középiskolából jött ki. Mi a legnagyobb problémájuk? Egy háromnapos workshopon dolgoztam 15 egyetemistával együtt, elsősök. Az a legnagyobb problémájuk, hogy nem tud tanulni a vizsgai időszakban, mert a telefon elvonja a figyelmét. És mondanak ilyen stratégiákat, hogy mit találnak ki. Direkt ezért beszélgettem velük, hogy összeszedjük ezeket a dolgokat. Az egyik srác azt mondja, hogy neki van egy összetört üvegfóliája, és azt, amikor tanul, akkor ráragasztja a képernyőre, hogy ne akarja használni. Vannak ilyen alkalmazások, hogy elkezd nőni egy ilyen fa képernyőn, 8 órán keresztül nő, és akkor nem tudja használni a telefont. Ugyanakkor már 2017-ben volt egy olyan kutatás, Várt nevű embert csinálta a csapatával, Brain Drain a kutatás neve. Azt nézték meg, hogy három csapatra osztották a fiatalokat egy ilyen labor környezetben, és az, egyiktől, az egyik csapattól elvették a telefont, elvitték fizikailag egy másik terembe. A második csapattól azt arra, az, arra kötelezték, hogy rakják el a táskájukba a telefont, a harmadik csapat meg ott tartotta maga mellett az asztalán lefordítva. És feladatokat kellett megoldani, koncentrációkészség, feladatmegoldási hatékonyságot néztek. Mi lett az eredménye? Minél messzebb van a telefon, annál jobb a feladat megoldási hatékonyság. Ugyanis, ha ott a táskámban a telefon, azon jár az eszem, hogy mikor lesz már vége, vajon írtak-e már nekem, ugye, húk, ciklus, vajon jött-e már üzenet, mikor nézhetem már meg. 20-30 százalék figyelem elvonás jelent az, ha a táskában ott a telefon, meg ott van mellettem. Tehát ezen agyalok. Tehát ez egy rendkívül nagy probléma ilyen téren. Ja, bocsánat, és még a egyetem. És akkor menjünk vissza egy lejjebb, óvoda, óvoda Most már ott tartunk, én dolgozok óvoda is, mindenki érti most már a dopamint, mi történik az óvodában. Bejön 25 gyerek, és abból 15-tel nem tud mit kezdeni az óvóni, mert keresi a képernyőt. Mi történik a legóval, az építőkockával, a tologatos autóval? Unalmas nem stimulálja a gyereket úgy, mint a képernyő, unalmas neki, nem tudja a pedagógus lekötni a gyereket, közben pedig már azt látjuk, hogy olyan babakocsikat árulnak, hogy ott van a gyereknek is a tartó, meg a szülőnek is a tartó. Tehát ez óvodai szinten van már itt, tehát hogy Ugye ezért nagyon fontos, hogy az óvod, tehát a pedagógusokat is oktatni ezen a területen, és a szülőket, hogy együtt együttműködjenek. Jó, végére, filmajánló. Ez a Netflixen, de több helyen is elérhető már, van fenn ez a Social Dilemma. Ez nagyon jól bemutatja, magyar felirattal is van, bemutatja egy egy óra, 20 percen keresztül ezt a területet, amiről beszéltem, minden részét, hogy hogy szippantja be a gyereket. Nagyon jó, nagyon jó megnézhető film. Ha valakinek van egy ismerős, akinek a gyereke influencer akar lenni, akkor vele meg kell nézni az Álhíres című filmet, ez az, az HBO Maxonban. Ez bemutatja, hogy lehet a semmiből felépíteni három teljesen véletlenszerűen kiválasztott fiatalt, és influenceri tenni őket fél év alatt, úgy, hogy lájkokat vásárolnak nekik, kommentelő robotokat vásárolnak nekik, és bemutatja azt, hogy például ilyen több 10 millió követőbázissal rendelkező Instagram celebeknek a követőbázisának a 30-40 százaléka az egy vásárolt robot algoritmus, ami beköveti, belájkolja, meg még ilyen egyszerű kommenteket is tudni, hogy te vagy a legszebb, jaj de szép a haja, de jól nézel ki, Ugye azt sugalja, hogy ő nagyon népszerű, azért veszi meg, hogy népszerűbbnek látszon, és akkor ugye visszautalok ide, hogy akkor meg jönnek a lányok az identitásukat keresve, és próbálnak ennek megfelelni, ennek a kamú dolognak, ami nem is létezik. Könyvek. A Kárdárásznak megjelent tavaly egy másik könyve is, az nem jó. Ez a jó könyve, ez egy két-három éves könyv, a képenyő rabjai. Minden terület, amiről most beszéltem, ebben lehet róla olvasni, kicsit részletesebben. Nagyon jó könyv. Anna Lemke, ő egy pszichiáter, a dopamin korszakban megmutatja egy ilyen libikókán keresztül az öröm és a fájdalomnak a működését, hogy meg miként. Nagy ő, ezt pedig a János Pál intézet hozta be a jó képek, rossz képek. Itt meg a gyerekekkel a, itt a különböző aki elektronikus képernyőket a kapnak tévét, meg mindent beleértve, ad egy stratégiát, a gyerekekkel kell végolvasni, ilyen mesekönyvszerűen, és ad egy stratégiát, ha olyan rossz tartalommal találkoznak, akkor mit csináljanak, hogy tudják azt kezelni, hogy mi az, amit lépjenek, hogy szóljanak a szülőnek. Ez egy nagyon népszerű könyv az Amerikában. Persze erre mindig el szoktam mondani, hogy a legjobb, ha nem találkozik vele, ha nincs ott. Statisztika. A most egyetem, Japán Egyetemen csináltak egy kutatást, konkrétan ez volt az eredmény a kutatásnak, az a gyerek, aki egy éves korában képernyőt kap, tök mindegy, mit néz rajta, teljesen mindegy, csak maga az, hogy képernyő van, kimutatható, hány hónappal tolódik ki a beszédfejlődése. A másik kutatás ehhez, az a szülő, aki képernyőn van, és a gyereknek is képernyőt ad, konkrétan ki lehet mutatni, hogy minden nap mennyi az a szó, aminek a megtanulásától elesik a gyerek abban az időszakban, és azt hiszem konkrétan három és 400 száz közötti szó volt az, amit nem beszél a szülő vele, nem gügyög vele, nem beszél vele, nem mondja neki, hanem a tévét nézi, nem tanulja meg, nem, azok, nem, nem, kapja meg azokat a dolgokat, és a kötődésről, meg ezekről még nem is beszéltem. a Facebookon, hogyha valaki függő és ott pötyög folyamatosan, akkor az, hogyha rá, az én oldalamra rákeres a nevemre, akkor van egy oldal, ahol 13 ezer már szülők ott vagyunk, szülőknek ott szoktam ilyen kutatásokat, meg ilyen dolgokat felrakni. Nem fogja a Facebook feldobni, mert nullára vagyok letekerve. Úgyhogy, úgyhogy ez nem, nem, nem fogja népszerűsíteni, nem nagyon szeret engem. Minden esetre annyit szeretnék még a végén elmondani, hogy két dolgot szoktam elmondani. Gondolja mindenki végig azt, hogy mondjuk egy középiskolás gyerek négy év alatt a napi 8 óra képernyőidővel 16 ezer órát tölt, szórakoztató jellegű képernyővel, vagyis a semmivel. Miközben tudjuk, hogy egy sportban egy komoly szintre jutni, vagy egy hangszert megtanulni, vagy valami művészeti ágban eljutni egy bizonyos elég komoly szintre, az 10.000 óra. 16.000 óra. Tehát eldönt, el lehet dönteni, hogy mondjuk mi az, ami, mi az, ami megéri ezt a dolgot. A másik pedig a gyerekkor. Ugye a gyerekkor, én szoktam mondani, hogy egyszerű és megismételhetetlen. Én nekem a gyerekkoromból olyan dolgok vannak meg, hogy fáramáztunk, bunkit építettünk a fán, dobáltuk egymást kövel, meg kardoztunk fával, meg ugratokat építettünk, biciklivel. eltört a kormány, elestünk. Csomó dolgot csináltunk, ami itt vannak az élmények az ember fejében. A mostani gyereknek mi lesz az élménye? Melyik volt a legjobb képernyős napom? Melyik nap szereztem a legtöbb pontot? Vagy melyik nap lőttem le a legtöbb embert a virtuális világban? Mi lesz neki az, ami visszajön neki a gyerekkorából élmények? Tehát, hogy amikor arról van szó, és azt mondják, hogy már pedig a gyereknek joga van hozzá, meg joga van a képernyőhöz, meg ő digitális benszülött, amit egyébként egy játékfejlesztő találta ki ezt a fogalmat, pont azért, hogy minél több gyereket még beszípancson, azt, hogy digitális benszülött, hogy, hogy ő te hozzátartozik közösség, kitalálta egyébként a digitális bevándorlót is hozzá a szülőkre. Tehát ez abszolút egy, egy kamu. Ugye a Pécsi Rita szokta erre mondani, sokszor vagyunk vele is közös előadásban, hogy ő még nem látott olyan gyereket, aki a telefonnal a kezében született meg a szülőszobán, tehát azt a gyerek megkapja. Tehát a gyereknek nem ahhoz van jog, hogy a telefonját használja, hanem a gyereknek igazából ahhoz van joga, hogy egészségesen megfelelő idegrendszere éljár a felnőtt kort, és egy boldog, teljes életet élhessen is szülőként. Az a feladat, hogy ezt biztosítsuk neki, és nem pedig a, a nagyszégeknek a profitját helyezzük előtérbe. Ezért fontos, hogy ezeket az ismereteket tudják, és hogy ebben legyünk mi a gyerekeknek segítségére. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük Köszönöm. szépen ezt a lebilincserő előadást. Én magam szülőként alig várom, hogy az egyik gyermekem azt mondja legközelebb, hogy apa, unatkozom. Hát azt fogom mondani neki, hogy ez a legjobb dolog, ami történhet veled, hiszen ilyenkor fejlődik a kreativitásod, a probléma megoldó képességed, és el fogom zavarni unatkozni. Tudod, mit még azt Bár négy gyerek között, négy testvér között ritka az, hogy unatkoznak, de örülni fogok. Vagy oda ülsz mellé, és mondod, hogy unatkozzunk együtt. Na. Jó, jó, jó. fejlődjünk együtt, így van, és találjunk ki új feladatokat. Úgyhogy köszönöm szépen, tényleg rendkívül sok élménnyel lettünk mi is gazdagabbak, az gondolom, és élet is családvédelmi, családbiztonsági szakértő. Bocsánat, nekem is szokni kell még ezt az új szakirányt. Talán úttörő is vagy egy kicsit, egy új műfaj, ez is új dolgokkal kell megküzdeni. Úgyhogy bátran lehet a legújabb kérdéseket is föltenni, ahogy előadónk ezt vállalta. Nyugodtan, nincsenek tabu témák. Ez nem a Facebook, ahol ezeket a kérdéseket eltüntetik, és hát a válaszokat pláne. Úgyhogy nyugodtan kérdezzünk, akár saját nehézségeinkből is jó napot kívánok, vagyis jó estét, Őri Gabriella vagyok. Nekem nincsen gyerekem, hál' Istennek, de a hugomnak van kettő, és mind a kettő, egyik már 23, a másik 21, ők pont ebben az időszakban nőttek fel, és én is mindig mondtam a hugomnak, hogy túl sokat lógnak ugye a kütyüvel, stb. Neki azt mondta, hogy figyelj, mi más időben születtünk, más korban nőttünk fel, az akkori dolgok voltak nekünk természetesek, ők ebben a világban élnek, tehát ők már ezt látják, ez az ő életükhoz hozzátartozik, mint ahogy annak idején hozzánk más, sokkal lényegesebb, egyszerűbb dolgok, amik ugye nem vették el az időt gyereknek lenni. És nem tudtam vele vitatkozni, mert nem volt ilyen tudásom. Én csak annyit mondom, hogy ez szerintem nagyon rossz irány. És bizony a kislánya, az hál' Istennek ő normális lett, de a fia az 21 éves, ő teljesen elzárkózott életet él, soha nincsenek barátai, és nem tudom, mi lesz vele. Tehát így röviden csak ennyi igen, tehát erre egyébként ez nagyon sokszor előjön, hogy nekem is volt számítógépem, nálunk is volt ez, én is túléltem, én is jöttem, erre mindig azt szoktam mondani, hogy a te életedben nem volt drog, a gyerekében meg van. Nem lehet ugyanúgy kezelni a kettőt. Tehát hogy mondjuk is ezt, hogy ez a telefon, ez, ami itt van, ez üldöztéget, Tehát nem elég, hogy, hogy mondjuk viselkedés és szinten függőséget okoz, hanem azt se hagyja, hogy ne használd. Mert ahogy nem akarod használni, jönnek az üzenetek, rezeg, üldöz a social dilemmába, a filmben ezt tök jól lehet látni, folyamatosan interaktívan akar veled kommunikálni és kapcsolatba lépni, hogyha nem használod egy idége, akkor ott van. Tehát ez teljesen más, és ugye ezen keresztül lehet ezt megérteni. Az a probléma, hogy, és azt látom egyébként ilyenkor, hogy szülők eljönnek előadásra, de azok jönnek el, akinek már probléma van. Vagy aki egyébként is szabályozza a gyereket. És van az a szülőkategória, aki, á, nincsen ezzel semmi gond, struc politikázik, és ha azért nem jön el, mert hogyha eljön és ezt meghallja, akkor onnantól már nem tudja ezt ignorálni, akkor onnantól kezdve már képtelen, ugye, ké kénytelen, ugye, foglalkozni vele. Mert a szülő az nem eredendően rossz, tehát egy szülő alapvetően egyébként nem akar rosszat a gyerekének, az alapján, meg olyan szabályokat, meg úgy dönt dolgokban, amilyen ismerete van arról a dologról. Ha nincs erről ismeret, akkor ugye az megteheti könnyedén, hogy akkor hagyom, hogy csinálja. Meg azért lássuk be, mondjuk egy szülőnek, amikor hazamegy, és a gyereknek a telefont, és akkor két óra nyugta van, akkor az egy digitális babysitter az ő számára, hogy akkor gyerek mi ott van. Csak hogyha tudja ezt, hogy mit okoz, akkor már más a dolog. A probléma ezzel az, hogy ez a nehezebb út. Plusz energiát, plusz erőfeszítést igényel a szülőtől. És kapott egy olyan dolgot, amiben viszont segíteni kell, meg a, meg a javaslatokat tenni, mert a technológiai cégek nem fognak semmit csinálni. Volt már egy ilyen, azt még elszoktam mondani, hogy volt még egy ilyen termék a világon, ami ugyanilyen világszinten brutális sok mennyiségű embert bevont, és ugyanúgy a dopaminnal dolgozott, ezt úgy hívták, hogy cigaretta. A század elején, a 20-as-30-as években a cigarettát az orvosok írták fel, azt ma, meg léguti megbetegedések ellen. A gyerekek dohányoztak, reklámplakátok vannak, a gyerekeknél adták, mert nem tudták, hogy mit okoz. Aztán utána kiderült, de nem úgy derült az sem ki. Ugye sokan azt gondolják, hogy a cigarettánál kiderült, hogy akkor rákot okoz, tüdőrákot, és akkor, akkor már beszlájszák Nem. Belülről kihoztak adatokat, belső ember, aki már nem bírta tovább, és kihozott adatokat, amiből egyértelműen látszott a kutatásokból, hogy mit okoz a cigaretta, onnan kezdték el szabályozni, Na a Facebooknál ugyanez megtörtént 2021-ben, vagyis hát az Instagramnál Francis Hogan hozott ki adatokat, teljesen egyértelmű kutatásaik voltak már akkor belül, hogy micsoda depressziós és szorongás hullámot okoz a fiatal lányoknál. Azóta kezdődött el ez a, a dolog így bevezetődni. Úgyhogy, úgyhogy igen, tehát hogy ebben, ebben a szülőknél, ha van ismeret, akkor utána már nem lehet ignorálni ezt a dolgot. Én ezért járok gyakorlatilag minden nap előadást tartani, meg próbáljuk ezt a dolgot minél szélesebb körben vinni előre, Magyarországon, felvidéken, Erdélyben, Kárpátolján. Igen. Igen, ott egy Köszönöm. a Köszönöm. Említette, hogy 18 éves korban is elvégre, még nem túl késő a gyermeknek odaadni a, a mobiltelefont, vagy 16 éves kortól. Mivel mi jóval később kezdtük el a mobiltelefonok használatát, felvetődhet a szülőben, a jó akaró szülőben, hogy ha én túl későn adom oda a gyermeknek, akkor ugyanarra sorsa fog jutni, hogy én is órákig keresem, hogyan állítsam be az órát, a gyerek egy fél perc alatt megoldja, tehát nem fog tudni a kor szelleméhez csatlakozni a gyermek, mert túl későn kerül kapcsolatba a kütyűvel. Mi az ön véleménye, hogy ez akkor hogy működik? Ez egyik kedvenc kérdésem. Ez nagyon jó. Nagyon szeretem ezt a kérdést, mert ez mindig felvetődik, és, és mindig jönnek ezzel a szülők, ez egy digitális kompetencia a gyereknek a digitális kompetenciája akkor nem lesz meg, mert a 12 éves gyerek már profi módon csukott szemmel tudja használni, az én gyerekem meg még azt se tudja, hogy mi az, hogy mobil, te okos telefon. Na hát ennek pont az ellenkezője igaz. És aki meglátta az előadást, az pontosan tudja, az a gyerek, aki 12 éves korában a telefon nyomkodja, annak nem fejlődik megfelelő módon az idegrendszer, az úgy érje el a 18 éves kort, hogy visszamarad érzelmi intelligenciába, szociális képességeknek, kognitív funkcióban, memória, tanulás, figyelem. Az a gyerek, aki viszont ezt ő, akkor abban az időben megfelelő idegrendszerrel fejlődik 16-18 éves korba, megkapja ezt a telefont. Mennyi idő egy ilyen telefon megtanulni? Oké, okay, persze, 50 éves fejjel már sok. Igen. Igen, de meg lehet tanulni egy gyereknek, még egy 18-19 éves gyereknek mennyi egy ilyet megtanulni? Semennyi. Ezeknek a készülékeknek az a lényege, és úgy van kitalálva az a profitmodell, amiről beszéltünk, az a profitmodell akkor működik, ha nagyon sokan használják. Ahhoz, hogy nagyon sokan használják, könnyű kell a használatának lenni, ezt úgy hívják, hogy alacsony a belépési küszöb. Tehát az a gyerek, aki megfelelő idegrendszerrel fejlődik, megtanulja ezt a telefont használni, óriási előnyben lesz a többiekhez képes, mert a telefon megtanulni az pár óra, vagy egy nap, az idegrendszert viszont fejleszteni, a neuroplaszticitás, azt rendbe rakni az évek, ha egyáltalán lehetséges. A másik pedig azt kérdezném erre, hogy amikor most ez a telefon itt van, és ezt a telefont mondjuk ezt, ezt használom, öt év múlva mi lesz? Hát nem ez. Olyan gyorsan fejlődik a technológia, amit ma megtanulok, az egyáltalán nem ilyen semmilyen versenyelőn, mert ez változik folyamatosan, újra kell tanulni. Most már azt látjuk, hogy a, így mennek fel az eladásai a virtuális valóság szemüvegeknek. Tehát most két dimenzión keresztül van a gyerek a játékoknál, öt év múlva már be is lép a játékba, még jobban be fogja szippantani, még inkább valóságű környezetben lesz ott ben, még inkább azon keresztül fogja látni. Ezért fontos, hogy szabályozza legyen, hogy mikor kapja meg az a gyerek azt a telefont, mikor engedem, hogy belépjen. Pontosan ezért fontos. Tehát az a gyerek, aki később kapja, az okosabb lesz, amikor felnőtt korba ér, mert több, ideg, több kötése lesz, több szinapszis lesz az agyába, mint annak a gyereknek, aki mondjuk egész végig videójátékozott, és a, a, az a piros rész az agyának szuperul fejlett, az előső kéreg meg nem. Az a borzasztó ebben, hogy azt látjuk, azt mérik a, a kutatók, hogy évről évre vékonyodik el az előső kéreg mostani gyerekeknél. Magyarul, ha nem, akar, ha nem PC módon fogalmaznék, akkor úgy fogalmazhatnék, hogy egyre elbutuló nemzedékek nőnek fel. Butulnak el a gyerekek, egyre elbutuló nemzedékek nőnek fel, és az a kérdés, hogy hány generációt vesztünk így el? Persze a kínaiak egy kicsit máshogy csinálják. A TikTok az a kínai, ugye kínai cégé. A TikToknak a kínai változatát azt nem TikToknak hívják, hanem Douyinnek. Kínában is van TikTok, csak máshogy hívják, és más tartalom rajta. Ott oktatás és különböző olyan tartalmakra, mi, ami, fejleszti a gyerekeket, vagy legalábbis nem vonja el a figyelmét, és nem használja annyit. Európában megtolják, ugye, meg Amerikában a világ másik részén ezeket. Az lesz, és, itt, és akkor hogy belemeltünk egy kicsit, nem akarok nagyon belemelni, de hogy mindez miben csúcsosodik ki egy nemzet, egy országnak a versenyképességében. Amikor nem lesznek olyan gyerekek kerülnek oda a munkahelyre 22 éves korban, hogy még egy 16 éves gyereknek a kognitív képességei, meg érzelmi intelligenciája, meg szociális képességei szintjén van, akkor az egy iszonyatos nagy probléma mert ő neki kell dolgozni, ő neki kell előrevinni, ő neki kell új ötletekkel előjönni, a mérnöknek a problémát megoldani. Ha ezekkel a képességekkel nem bír, akkor mi fog történni? Lesz, aki bír vele. És azok majd megelőzik az országot, ugye ezt versenyképességnek most nagyon egyszerűsítve, ha erről az oldalról nézem. Annak lesz jó a versenyképesség, a okosabb ö, munkavállalók vannak, akik jobban tudnak ilyen dolgokat csinálni. És ennyi is, ez a probléma. Igen. Jó estét kívánok, és köszöntöm Ákos. Nekem két dolog ragadt meg. A képernyő bonzása. Hát az én lányom 44 éve ezelőtt volt kicsi, és hát akkor még nem volt ilyen se mobiltelefon, semmilyen nem volt, még sok helyen vezetékes sem. És a tévében se volt mindig adás. És kétszer olyan volt, hogy a reklám is sokkal kevesebb volt, és olyan volt, hogy fürdetés után törülöm a kislányomat, és volt egy reklám, amiben volt egy mondat, hogy akció! És a kislányom oda kapta a tévére a fejét, be se volt kapcsolva a tévé, oda kapta a fejét, mert ő már látta hogy mennyire rabult a másik, meg a katonáknak a, a, ugye a szoktatása az erőszakhoz, hogy elbírja a, brutál, a brutalitást. Hát valahogy így kellett, hogy annak idején a másik világháborúban az Onder kommandó működött, hogy minden gátlás nélkül lőték le az embereket. Igen, tehát köszönöm szépen azt, igen, ez a Igen, ezek két nagyon fontos dolog, és majd ott a, ott a hölgynek majd. Igen, tehát hogy erre annyit szeretnék reagálni, hogy, hogy ráadásul a, a, tehát volt egy olyan, volt egy olyan szülő, ezt elmesek egy nagyon érdekes, nagyon rövid történetet. A, az egyik szülő jött hozzám, hogy neki a barátnője, az nagyon telefonániás, és hogy most meghallgat az eladást, és most elmondja nekem, hogy halljam ezt a sztorit. Ő azzal ment oda hozzá valamelyik nap, hogy nem érti, hogy a szülei őt hogy pelenkázták be, mert hogy az a gyerek, az ízeg mozog. Jobbra-balra pörög, és oda adja neki a telefont, akkor nyugton van. És hogy milyen könnyű így beperenkázni, hogy egy nyugton van egyébként, meg a szülei ezt hogy csinálták? Mert az a gyerek lefordul onnan, hát azt nem lehet bepelenkázni. Tehát, hogy... hogy hogy igen, tehát hogy az, 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 új generáció, ugye ezzel a telefonnal odarakom, és akkor hú, de jó. De hogy amiről beszélünk, az igen. Tehát annak a gyereknek nem csak a dopamin, hanem itt ugye arról is beszélünk, hogy túl stimulálja az agyát, tehát hogy egy folyamatos stresszben van, krónikus stresszben van az agya, a villogó képen És akkor ehhez kapcsolatban a tévénél szokott még fejlődni az a kérdés a szülőknél, hogy akkor tévét nézhet a gyerek, vagy nem. Ugye a az egy passzív képen, amit ki, meg ki lehet kapcsolni, azzal sem az a probléma, az a gond a tévével is, hogy mit néz rajta Csigabiga és Batkamanót, amit meg én néztem, vagy ahhoz, ahhoz kapcsolódó ilyen lassú mesét, lassan váltakozó történetes mesét, vagy pedig az az ugráló zzz, zzz, szuperhősök mennek, a hanghatások, fényhatások, ami folyamatosan a gyereket ugye stimulálja és ott tartja, és nem működik. És ugyanezt, ugyanezt látjuk azt, amikor a, beültetik a gyereket a szállodában, a két éves gyereket a székbe, a poháros feltámasztja a szülő, a telefont, a gyerek meg se tud mozdulni, a szülő elmegy közbe vesz ennivalót, meg a gyereknek adja az ételt, és akkor utána meg panaszkodik a szülőnek, hogy nem hajlandó enni a gyerek, nem akar enni. És akkor látjuk azt, hogy a gyerek megy játszani, és akkor a játék, meg a képernyőt is ott megy vel, és futkos megy utána a szülést, arra rakja az ételt a szájába, miközben ott játszik a telefonnal futkos, mert ugye ezt szoktatta meg hozzá. Aztán elmegy a nagyszülőz, aki nem ad neki telefont, egy hét múlva visszáll. És akkor a szülő megcsodálkozik, hogy jó, hát ez tényleg, tényleg így működik. Tehát, hogy igen, tehát ez a tudás, tudás kell hozzá. Köszönöm szépen hozzászólást, a hölgynek volt egy. Jön hátulról a mikrofon. Köszönöm. Lánszkénikő vagyok, én nekem öt gyerekem van, hál' Istennek. Már felnőttek, én egyébként énekeltem nekik, és úgy pelenkáztam őket. A figyelem megosztással kapcsolatban lenne az a kérdésem, viszont nekem az volt az érdekes, hogy a gyerekeim zenét hallgattak, mikor tanultak, hogy az segíti vajon a tanulást, vagy nem, én nem tudtam úgy tanulni annak idején. Egyetlen egy dolog van, amit a, amit a kutatások alapján, meg amit a ajánlani szoktak, hogy a szene, az, ami egyedül a multitaskingban működik, abból is csak egy típusú zene. A komoly zene. A komoly zene működik csak és kizárólag, tehát az működik a, a, a figyelemelvonás kapcsán, és a, zené, a zene az nagyon úgy szóba került, meg köszönöm szépen, ugyanis azt látjuk, hogy a, a zene tanulás, az a dolog, ami kötelező lenne a gyerekeknek. A zene tanulás az egyik olyan tevékenység, ami az agynak az összes részét egyszerre fejleszti. Tehát egyszerre a kötéseket alakítja ki. Nem, nem, bármi. Tehát a zene a hangszer tanulni, vagy éneket tanulni, tehát amiben zenit, de a hangszer igazából itt, amiről beszélünk. És hogyha még azt nézzük meg egyébként, van egy tökéletes iskola, aki, a, ami, ahol három-négyszeres túljelentkezés van, Gödön a Búzaszem iskola ahol nem csak, nem csak, ilyen, tehát nem csak ki van tiltva a telefon már régóta, hanem szerződést akár alá szülőkkel, hogy otthon sem adhatja a gyereknek, tehát otthon is szabályozó van, és néphagyományokat oktatnak. Tehát ott nem, nem angol keringőt tanítanak, hanem magyar táncokat. Dudálni tanulnak a gyerekek, csipkét vernek, kardoznak, szabjavívás van, imádják, gyönyörű, és tökéletesen fejlődnek a gyerekek, szuper jó szinten vannak, és még az identitásukhoz is passzol a dolog, nem pedig egy idegen kultúrának a dolgait kell megtanulni, hanem még identitásban is passzol hozzájuk. Teljesen tökéletesen jól működik. A Horváth Szilárd az igazgatójának az iskolának, akit a tévében mindenki szokott látni. Az ez itt a kérdésben a bajszos ember, aki szokott ott lenni sokszor, ő vezeti, szuper jó az iskola. Ez, hogy abszolút, a zene az tökéletes. Magyarországon, ja, Magyarországon. Hány éves korban adnak telefont a gyereknek általában? Szülőtől függ. Szülőtől függ. Hát Magas ez a nyolc éves volt, korban. igen, igen. Ez 8 a általán... éves korban? igen. Igen, általános iskolába bekerül a gyerek, akkor általában kap telefonot. Hát, telefon. Első, második osztályban még van, amelyik szülő visszatartja. Harmadik, negyedik biztos, a felsőben már mindegyiknek van. Tehát ötödikben már legkésőbb minden gyereknek van telefonja. És ugye a, a szülő az akkor nem tudja visszatartani, most már egy kicsit ez valószínűleg változni fog, mert ez azért ez egy kortárs nyomás volt ebben a dologban. Bemegy a gyerek az osztályba, és ugye a harmadikra már szinte minden gyereknél ott a telefon, nem tudom visszatartani. Nekem van egy nagyon barátom, aki még ez a, a, szabályozás előtt a lányának adott egy régi Nokia 3110-est, mindenki ismeri azt a régi jó kis telefon. Mi történt? bement azzal az osztályba, onnantól kezdve Miss nokia hívták az osztálytársai. Ugye a legyek ura óta tudjuk, hogy a gyerekek azok kegyetlenek tudnak lenni egymással, gyönyörűen tudják ezt csinálni, tehát hogy azt egy idő után elfelejtik, mert akkor elvannak magukba, de ugyanebben az osztályban mit csinálnak a lányok, és ez a probléma a fejletlen idegrendszerrel, hogy ő pont egy éve mesélte, hogy szünetben a gyerekek használták ott a telefont az iskolában, mit csináltak a lányok? Felregisztráltak egy Anotók nevű társkereső oldalra, és azon versenytek, hogy ki tud több faszit kapcsolatot szerezni magának, különböző dumákkal, és ki tud több péniszes, meg ilyen képeket, álló péniszes képeket begyűjteni, és azt mutogatták egymásnak, és ott röhögtek rajta a lányok, hat évesen, miközben már a, az egyik férfi már a címét kérte meg, hogy találkozzanak. Neki ez egy poén, hatodikos, hát ő még ott van, tehát ő még 12 éves, neki ez egy poén, nem, ér, nem méri fel a veszélyét a dolognak, és, és röhög ezen, hát ezért, ezért problémás ez a, ez a, dolog, és ezért kell a szülőknek ezt megtanítani, hogy nem adunk telefont a gyereknek, még hogyha rohadt nehéz is a dologba. Nekem van ismerősöm is, és a kortárs nyomás az nagyon-nagyon, az nagyon-nagyon brutális. Tehát ezt a dolgot nem lehet megoldani máshol, mint közösségi szinten. Az embernek az alapvető lételem a közösség, a család az alapközösségben élünk, a bármennyire is van egy olyan narratív, hogy akkor ezt bontjuk fel, az egy baromság. Tehát az alap mindig is az ember a család volt a közösség, közösségi létben élt mindig is, és csak ebbe lehet ezt megoldani, mert ott tudnak a vérekező mechanizmusok is kialakulni a közösségen belül, és ott tud ez megfelelően működni. És ezt látjuk egyébként, hogy a család, az iskola, Vallási közösség, sportközösség, művészeti közösség csak ebben működik, sehol máshol nem működik, ebben viszont jól működik. És ebben viszont a, ilyen, innent, innentől a szülőket kell ugye ebbe bevonni, meg a szülőknek kell ugye ebben megfelelő lépéseket tenni, viszont nekik meg segítséget kell nyújtani. És talán még ez a fontos benne, hogy, a, hogy soha nem volt annyira fontos a, az eddigi években a pedagógus és a szülőnek az együttműködése. Mert hiába nem kap a gyerek mondjuk telefont az iskolában, ha otthon meg mindent csinálhat, akkor ugye nem történik. Megfordítva is. Meg én tudok már olyan iskoláról is, ugye most bejött ez a szabályozás, én nagyon-nagyon örülök neki, annak ennél, hogy ezt lehetett volna nyilván jobban előkészíteni, meg az iskoláknak támogatást adva, meg minden. Ez nem azért ezt szoktam megítélni, de. Inkább legyen meg a szabályozás, és utána alakítsuk hozzá, és mindenki csinálja meg, te, te, te alakítsa ki, hogy jó legyen. De legyen meg a szabályozás, mint hogy évekig készítjük elő, hogy majd egyszer bevezetjük. Legyen bevezetve, és akkor legyen hozzá alakítva. Nyilván ez lehet jobban is, meg rosszabb, bocsánat, a szlovákok nem így csinálják. A szlovákok bejelentették már tavasszal, és még sehol nincsen az iskolában, mondják, hogy fogalmuk sincs, semmit nem tudnak róla majd januártól lehet, hogy be lesz vezetve, ott próbálgatják, hogy mi legyen, meg hogyan legyen, meg csak alsóban, meg harmadikig, meg minden. Be vezetve, tehát brutálisan, és vannak olyan iskolák, én látom azt, tehát az első tapasztalatok azok azért, hogy nagyon vegyes. A pedagógusok örülnek neki, de mivel mondjuk nincsen meg mindenhol a megfelelő mondjuk támogatás, meg a megfelelő tudás hozzá, hogy hogy vezessék be. Van, ahol olyan súlyik vannak, én hallottam el ilyet is, a pedagógus mondja a gyereknek, hogy hozzá be egy másik telefont, ad le, hogy meglegyen a jogszabály, teljesítse aztán őt nem érdekli tovább a dolog, hogy legyen így, csak ne kelljen vele foglalkoznia, ne kelljen ezt izleni. A gyerekek is kiátszák, meg ugye itt azért egy csomó olyan dolog felmerül, amire nincsen megoldás, hogy mi van akkor egy ezer tanulós iskolában, ahol ezer vagy 1200 diák van, akkor ott kell egy embert alkalmazni folyamatosan, aki kiadja, meg beveszi a telefonokat. Mi van akkor, amikor egyszerre végez négy osztály, oda rohan 200 gyerek, kiveszegetni a telefont, egyik direkt kikap két telefont, aztán megy eladja. Ki meg, hogy kivitt el? Ki mondja, hogy kinél landolt? Nem tudom mindegyiket adálizével papírozni, hogy akkor most bevettem, kiadtam, van-e rajta a sérülés. De ugye nyilván ennek ki kell alakulni, ugyanakkor meg vannak olyan iskolák, akik én dolgoztam együtt, aki nyolc éve már ugyanígy működnek. Nyolc éve az IK-ban vettek ilyen dobozokat, osztályonként be van rakva, egy posztítva rárakva, rá hogy a 8A, meg a 6B, és akkor fel van az igazgatói szobába, és akkor utána a tanár kikéri, akkor használhatja, hogy olyan van, és egyébként meg utána visszakapják a gyerekek. Tök jól működnek, tök jól működik nyolc éve, egy telefon sem tört össze, semmi, és ugyanakkor meg, amikor kilistázza nekem a digitális kompetenciát a kerületben az iskolai igazgató, és megmutatja, mi az iskoláknak az átlagszintje. Páran felette vannak, páran alatta, az ő iskolája meg jóval felette van. Jóval-jóval felette. Úgyhogy már nyolc év összeszedik az okos telefonokat. Tehát kimutatható, brutálisan kimutatható az dolog, és a szülők azok onnantól válnak nagyon-nagyon támogatóvá, amikor látja, hogy a gyereke megváltozik. gyereke megváltozik, nem csak tanulásban, hanem más dolgokban. És ja, és még egy fontos dolog a, az iskolai tanulásnál. úgy azzal sem kalkulál hogy a dopamin szint az nem mindegy, hogy előtte fázisban milyen dopamin szint, milyen örömszintről mész a következő fázisban. Mondok egy példát. Bemegy a gyerek a ta is és én ezért nem támogatom azt, hogy a tanár kikérhesse a telefont, és használhassa, hogyha akarja, mert ne használhassa egyébként, nem kellene Ez csak az, én nem támogatom ezt egyáltalán, mert az a tanár fogja használni, aki mondjuk nem készül fel rendesen, hogy egy telefonnal sokkal könnyebb egy órát levezényelni, mint mondjuk felkészülni rá, és mondjuk valós tudást átadni. A következő történik, mondjuk földrajzórán tanár előveteti a telefont, és egész órán telefonoznak a gyerekek, 45 percig mondjuk. Hol van a dopamin a gyerekeknek? nem is látom olyan magasan, szuper örülnek, majd következő óra a matematika, kettő ismeretlenes egyenletet elkezdi a tanár felírni a táblára, mi történik? Erről a dopamin szintről a gyerek lekerül ide, az órán mi történik? Megutálja azt a tantárgyat. Nem akar bemenni legközelebb, mert nem innen egy normál dopamin szintről kerül egy kicsit lejjebb, hanem egy nagyon extrém, kiemelt dopamin megy oda, és onnantól kezdve megutálja azt a tantárgyat, megutálja a tanárt, nem akar bejárni, el fog lógni róla. Tehát, hogy ezt nem kalkulálják még bele, tehát ez óriási probléma ezen a szinten is, hogy nem tudod azt ott használni. Tehát ezt ez nem, nem, nem fogod tudni használni. Azt szoktam mondani a technológiai cégeknek, arra kéne erőfeszítést tenniük, nem arra, hogy ezt meghekkeljék, meg szabotálják ezt a dolgot, meg kitalálják, hogy akkor hogy kell mégis ezt bevinnem. Olyan technológiát telepítsenek az iskolába, ami használható, ami az oktatást kiegészíti, nem személyes képernyő, csak ugye ez pénz. Ugye sokkal jobb, meg sokkal olcsóbb, hogyha a gyerek megveszi magának, beviszi a saját készülékét, és akkor nem kell az iskolába technológiát vinni, mert mindenki hozza a maga technológiáját. Csak éppen ez alkalmatlan arra, amire akarják használni most már tudjuk. Egy pszichológus professzor következik. Köszönjük szépen ezt a kitűnő és a hallgatóság dopamin szintjét optimális tartományban <gül> <gül> tartó előadást. Én, no, a pszichológus vagyok, mégis egy politikai kérdés, Igen. egy másik oldalra szeretnék kitérni. Ugye ez nem véletlen, hogy ezek a általánosan, itt többször elhangzott ez a kifejezés, hogy kütyük, elterjedtek. Van, aki nagyon is tudatosan és nagyon is okosan tudta, hogy hogyan tud verseny, gazdasági verseny előnyre szert tenni a jövő generáció intelligenciájának alacsonyan tartásával. Tehát világosan látnunk kell, hogy hogyha Polti Poltiákost nem engedi a Facebook magas, elterjedtséggel, vagy Trockai Lászlót sem, is még nagyon sok nevet említhetnék, akkor lássuk azt is, hogy ez nem véletlenül jött létre, ez egy tudatos social engineering, hogy ennek erről mi az erkölcsi véleményünk, az egy egész másik kérdés, de az intelligenciáját ennek a tevékenységnek el kell ismernünk. Tehát Erről az oldalról is, ne csak pedagógiai oldalról, vagyis a fogyasztók oldaláról, hanem a terjesztők oldaláról is vegyük észre, hogy ez egy tudatos pusztítás, ami... Ami, aminek áldozatai lehetünk. Nagyon jó, hogy ezt mi pedagógiai-pszichológiai oldalról megpróbáljuk egyensúlyban tartani, de látnunk kell, hogy ki ellen harcolunk valójában, és ennek a teljes elhallgatását én a magam részéről nem szorgalmaznám, hanem fontosnak tartanám arra is kitérni, hogy Hát kik húznak ebből ilyen óriási hasznot, amit az előadás elején láttuk, Igen. hogy itt milliárd dollárokról van szó, és emellett egy magyar gazdaság elbújhat, hogy egy-egy magánember vagy egy nagyon szűk csoport milyen hasznot húz ebből. De nem csak ezt a hasznot húzza ma, hanem hogyha ezt előrevetítjük 10-15 évre, akkor még ennél is nagyobb hasznot húz világszinten. Tehát ezt egy egy küldetés, akkor is, hogyha ez nem az én személyes küldetésem, de hogy a küldetést hogyan lehetne egy küldetéssel parírozni. Erre szeretném, hogyha még röviden ki tudna térni az előadó. Köszönöm szépen. Igen, tehát igazából a, a, ugye én, hogyha megnézzük Magyarországon, jó páran beszélnek erről a témáról, de senki nem beszél a gazdasági oldalról. Mindenki a pszichológiai rész beszél, való igaz. Egyébként én is jelenleg tanulok kiberpszichológiát Angliában, pont ezért, mert hogy ennek a, a, részét ennek a részét tudja meg, de hogy ez a gazdasági van, ez valóban nagyon fontos, és én azért hozom be, azért hozom be ezeket a számokat, és azért, tehát azért hozom be ezeket a számokat, és azért, azért utalok erre a gazdasági vonalra, mert a, Gazdasági oldalra azért nem beszélnek sokan, mert nagyon tőkerős szégek állnak mögötte. Tehát nyilvánvalóan, hogy, a, hogy aki, hogyha én azt mondom, hogy a telefonszolgáltatók, meg ezek ellen beszélek, akkor nem fognak ő, támogatni engem, nem is érdekel. Pont le. <laughs> az, hogy támogatnak vagy nem, egyáltalán nem érdekel, mert a gyerekeknek az egészség az százszor fontosabb. És a nap végén, hogyha generációk úgy dönnek fel, hogy mondjuk a, a profit oltárán elbutulnak, akkor egyébként ő nekik is rossz lesz ebben a dologban. Úgyhogy, úgyhogy, igazából én azért beszélek erről nagyon sokat, és szoktam egyébként, jobban is bele szoktuk menni a gazdasági részbe, tehát itt belemegyünk a, a ugye ennek az eszköz ugye a social engineering, én a rendőrséggel is dolgozom együtt, hogy ott van már az online csalások, ugye az a pszichológiai manipuláció, a social engineering, és hogy, és hogy, annak van ugye az átverés oldala, tehát ott is már nem technológiai verik az embert, hanem különböző pszichológiai, tehát ilyen viselkedés, ö, viselkedés, befolyásoló manipulációs technikákkal, fejgaléros bűnözők ugye az embereket átverik, és ráveszik őket bizonyos cselekvések, hogy pénzt utaljanak át, ö, különböző átverésekkel, módszerekkel. Tehát erről is kell beszélni, a rendőrségnek ez a nagy baja, nem tudnak vele nagyon mit csinálni, de hogy igazából tényleg ez, a, ez, a, ez egy nagyon... Ö, Pontos része, hogy a gazdasági vonat ki kell említeni és ki, ki kell emelni ebben a dologban, mert hogy minden a pénz mögött van ott, és én azért, azért szoktam erre ekkora figyelmet fordítani, meg még beszélek utána egyébként a reklámügynökségekről, meg a különböző olyan ügynökségekről, akik ugye ezt százalékokat vesznek le, és ők, akik a hirdetőket összegyűjtik, az influencereket berakják egy sorban. Tehát ez egy gyönyörű szép összeállt iparág van ebben a dologban. Nekem volt 20 évig PR ügynökségem, egy küzleti kommunikációs ügynökség, úgyhogy pontosan tudom, hogy hogy működik. Minden tudok erről a dologról, hogy hogy működik, kívülről, belülről, úgyhogy le, nagyon lehet látni, hogy ez, ez hogy van. Az az 50, 50, ember ott a szilikon völgyben a világszinten szedi ezt a, ennek a dolognak a, a hasznát és minden pénzük megvan arra, hogy a kormányokat tudjanak megdönteni egy ilyen dologgal, hogyha már erről beszélünk. Ennek az egyik ilyen ékes példája a, volt is ilyen probléma, volt is ilyen, volt is ilyen pár évvel ezelőtt, afrikai országba bekerült valamelyik mobilszolgáltató, úgy árult telefonokat, hogy csak kizárólag a Facebookon működött a ingyenesen az adatforgalom, tehát Facebookozni lehetett más, nem? Onnantól kezdve az ember bekerül egy vélemény buborékba, ugye ezt úgy hívják, tehát a Facebook formája az ő nézeteit. Hogyha Facebookon olyan dolgokat teszek, hogy ez az ellenzéki vonal az mondjuk rossz, akkor az egy időkérdés, hogy mindenki megtámadja és kinyírják, mert hogy fel lehet őket ugye mérgesíteni. És utána azt ugye mondani Facebook, hogy hát én csak elérhetővé tettem az információt, én nem biztattam őt semmire, de ugye behúzom egy ilyen véleménybuborékba, folyamatosan mondom, és itt már ugye az emberi psziché, akkor a gyönyörűen van, akkor még többet, az algoritmus dolgozik, még több ilyen tartalom, még több ilyen tartalom. Úgyhogy igazából való igaz, és köszönöm szépen hozzászás, mert tényleg, tényleg, ebbe a, tényleg ebbe az irányba kell menni ebben a dologban, és tényleg nagyon fontos, hogy ezeket a területeket is még, még jobban, még inkább bemeri az ember vállalni. Köszönöm szépen. Egy utolsó kérdése, akkor megadjuk a szót. Jó. Csak annyit, hogy miért, miért van az, hogy a, 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 a fiúk csak fele olyan, arányban lesznek depresszívek, és a lányok dupla olyan arányban. Azért, mert a közösségi média a lányokat befolyásolja. Nagyon ugye szoktunk beszélni az erőszakról. Ugye az erőszak a fiúknál fizikai erőszakban nyilvánul meg, a lányoknál meg kapcsolati erőszakban. Ugye a lányok azoknak nagyon fontos, ugye a kapcsolatok, a, a népszerűségük, a többiekkel való együttlét. Ha leültetünk egy mondjuk egy csoportterápiában lányokat körből elkezdenek beszélgetni, a fiúk azok nem. A fiúknak mondom, hogy te mondd el, te mondd el, te mondd el. Nem kezdenek el abszolút egymással beszélgetni. Hát a lányoknál ez a kapcsolat nagyon fontos, és a lányok azok úgy tudják egymást megsemmisíteni, amikor valakit bántani akar, hogy a kapcsolatait alássa. Hogy ott eláztatja őket, alássa a kapcsolatait, és az a lány, aki hosszú hónapokat szentelt abba, hogy állítja, építi fel a kapcsolatait, az úgy, úgy, jön le neki ez, és ezt is látjuk sajnos, úgy jön le neki az egész, és azt mondja, hogy inkább meghalok, mint hogy azt meg elszenvedjem, hogy egy ilyen szintről, ahol ott vagyok, egy ilyen elismertségből, meg egy ilyen szintről levigyenek oda, viszont a közösségi médián keresztül, mesterséges intelligencia, ilyen fék képeken keresztül nagyon gyorsan le lehet nullázni valakit fent egy ilyen dologban, amit viszont úgy él meg, hogy a halál is jobb, annál, mint azt a szégyent, megkapjam ott, hogy azt levigyem. A fiúknál meg az a probléma a videójátékokkal, ott meg az a probléma, ott nem a depresszió a probléma, hanem hogy a valóságból, a való életből kiszippantja őket, és bent a játékban élik az életüket, mellett egy Discord nevű platformon beszélgetnek, csetelnek egymással, és ott élik az életüket, és el, hogy kijönnek a valóságból, nincsenek ugye kapcsolatok, a lányokkal sincsen meg ugye ez a kapcsolódás, és akkor itt még arról nem is beszéltünk, ugye, hogy a, a az anyai, tehát a gyerek, gyerek kötörés, és ez is egy nagyon fontos dolog, erről a Pécsirita sokat szokott beszélni, hogy amikor egy anya a gyerekével kapcsolatban van, és ugye kapcsolódik hozzá, akkor oxitocin termelődik, amivel ugye tud a másikhoz kapcsolódni. Ha nincsen meg ez a vonal, nem termelik az oxitocin, később sem lesz, nem tudnak kapcsolódni egymással. Bejön egy ilyen párkereső oldal, és bejön a pornográf tartalom, és megszűnik ez a világ, hogy a húspiacon keresik egymást, és nem tud kialakulni ez a, ez a, ez a mondjuk egy család, és ez a normális. Mód, és akkor viszont nem lesz gyerek sem, akkor már nem válunk gyereket sem, tehát ez így nagyon összefügg minden mindennel, és akkor megszakadhat az ember mindenféle csomagokkal a családtervezéshez, meg családsegítő, meg, meg mindenféle csomagot levigyünk, hogyha az a gyerek nem akar majd őt kapcsolni. Szóval ez a, a alapvetően ez a nagyjából így, amit, amit így el szoktak erről mondani. Köszönöm. Meg Nagyon tetszett az előadás, de én lehetentő nagy hiányérzetem van, lehet, hogy csak tudatlan vagyok, ez az információ, amit minden nőnek, főleg a fiatal lányoknak meg kéne tanítani, amiről beszélt. Tehát ezt alapvetően elfogolt vagyok, hogy inkább a női lapokban. A nagy része, amit elmondott, női lapokban átírható, megjeleníthető. És akkor a leendő mamák már tudják, hogy nem akkor lesz okos a gyermeke hogyha úgy lesz digitálisan oda, mert ő tudja a gombokat nyomogatni. És ehhez viszont egy nagy munka kéne, én elsősorban a női lapokra gondolok, hogy ott publikálják. És ki, valamiképpen ki kéne dolgozni, meg kéne, szervezni, ki, valamiképpen ki, meg kéne szervezni egy olyan társaságot, amelyik ezt az információt terjeszti mindenkinek szüksége van rá. Jelenleg dolgozunk, nagyon sok előadást tartunk, a női magazinokban is figyelnek meg cikkek, de ott ugye meg tud jelni egy cikk egyszer, az nem változtatja meg valakinek a gondolkodását. Igen, tehát igen, hát igen, csak sokszor nem lehet, hogy ezek havonta jelennek meg egy női lap, Ráadásul azt már csak egy olyan generáció olvassa, a fiatal generáció nem olvassa azt, azt már nem nézi azt, vagy nem olva, elolvassa azt a cikket, de ott korlátozottan lehet információkat lehozni ezen. Én dolgozom egyébként a, a védőnő, a védőnők, igen, a tévében is szerepel az engel, ember. A védőnökkel is pont most dolgozunk ki egy programot az országos védőnői Állózattal, hogy oda is kerüljön be. Pedagógusokkal dolgozunk együtt nagyon sokat, én nagyon sok szülőjeladást tartok. Most csináltunk egy akreditált pedagógus képzést, ahol ezres nagyságban akarunk pedagógusokat képezni, ez a macreditával lett, ebben a témában egy 30 órás képzés a pedagógusoknak, meg a szülőknek is, meg csinálunk, most tervezünk, már folyamatban egy e-learning rendszerről a szülő ezeket végig tudja nyomkodni, és végig tudja csinálni a saját időbeosztásában, meg tudja nézni, és ilyen adaptív tanulási móddal, tehát amit kérdezi, vissza is kérdezi, teszteket is csináltat, hogy meg is tanulja, ne csak elolvassa, és akkor elfelejtse, tehát tényleg a tanulás is meglegyen ebben a dolgban. Tehát nagyon sok ilyet teszünk, nagyon kevesen vagyunk. Azt kell, hogy mondjam. Tehát ahhoz, hogy ez széles körbe lessen, ahhoz még több minden kell, még több hálózat, úgyhogy próbálunk egyébként mindenféle szinten menni, hogy mondjuk legyen egy ellátó hálózat is ez mögé, akár egy országos. A következő probléma ott van már, hogy mit csináljak, hova menjek, horduljak a gyerekem depressziós. Kihez menjek? Igen, kihez? Milyen pszichológushoz menjek? Mikor van annak időpontja? Két hónap múlva? Az a pszichológus milyen narratívát követ? Azt mondja, hogy nyugodtan lehet kicsit adni neki, mert hogy semmi gond mert mondjuk a, a, legtöbb, nagyon sokan így vannak, vagy pedig mondjuk az értékorientált nevelési módszertant követi, és mondjuk abba helyezi bele ezt a kütyű dolgot, és akkor azt mondja el, vagy pedig az individualista dolgot nyomja, ami nagyon-nagyon sok pszichológus. Tehát én nem véletlen nem az eltére járok jelenleg pszichológiára, hanem Angliába tanulom a pszichológiát, mert, mert én voltam ott képzést tartani a karon, és mondták, hogy nem kell ide jönnöm többet, mert ők jobban tudják ezt, meg ez nem is így kell hanem a gyereket nem lehet beszabályozni, stb. 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 Tehát ennek megvan a, megvan a módja, sajnos. Úgyhogy Pöltő Ákos, családbiztonsági szakértő, nagyon szépen köszönjük az előadását. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. További sok sikert, kitartást kívánok ehhez a szép munkássághoz, misszióhoz. Önöket pedig szeretettel látjuk a Fekete István Szabad Egyetem további előadásain. Ma már többször elhangzott Pécsi Rita neve, ő már volt itt nálunk, viszont októberben a következő havi előadást Hegedűs Lóránt református lelkipásztor fogja tartani nemzeti sors kérdéseinkről. Október 17-én várunk ide mindenkit szeretettel. Illetve ha már október, természetesen október 23-án hagyományos 1956-ról szóló megemlékezésünket egy új helyszínen tartjuk, a Turulszoborhoz Szoborhoz várunk mindenkit, hiszen egy új nemzeti misszióra is szükség van. Köszönjük mindenkinek, aki ott lesz velünk, ott átmarunk október 23-án 15 órakor a hegyvidéki Turul Köszönjük szépen kitüntető figyelmüket!